ország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Egy provokatív brit kutatás, utáljuk a brit kutatásokat, pontosan ezért foglalkozunk velük. Megfejtette, hogy ki hogy alszik az ágyában, olyan a párkapcsolat. Azt a mindenségét! Bizonyám. Pucér vagy és pőre? Hát pucér, esetleg alsónadrág, póló és alsónadrág. Olyan van benne, ne haragudj. Két részes pizsoma. Tessék? Jéger alsós van a kutatásban. Azt szerintem nincs. Várj, hát két részes passzolós pamutatléta és boxer, még az sem az. Se ilyen boxer pizsoma vagy köntös. Ki alszik köntösben? Jó, Hefner. Az igaz. De azért sejem köntösben? Ő igen. Sejem köntösben ő alszik? Én, Hugh Hefnert, a Playboy alapítójáról van szó, ugye az Atyaistenről. Őt én még csak köntösben láttam. Aha. De hála a jó Istennek, mert azért meglepődnék, ha egyszer felmásznak az emeletes ágyunk, és ott találnám pucér a Hugh Hefnert egy szivarral a szájában. Az még meglepő lenne. Biztos, hogy lemásznak. A kis lakásodban ott ülne. És ő is meglepődne, hogy ott ülne. Na, de azt mondja, hogy a kutatás egyértelműen megmutatja, hogy kinek milyen a házas élete, megkérdezték, hogy ki miben alszik, és ezt összevetették a párkapcsolatával, vagyis pontosabban azzal, hogy boldog párkapcsolatban éle. És kiderült, hogy mást mondanak a hálóingesek, mást mondanak azok, akik pizsomában alszanak, és mást mondanak azok, akik pucéran alszanak. Máshogy lazulnak el, más az alvás minősége. Más a párkapcsolat. Valamint a bőr többet találkozik a finom szövettel, például aki mesztelenül alszik. Nagyon jó. Király. Ki miben alszik, tessék? Hát te nyáron siker alsózol? Én mindig hordok valamit, egyedül a kitelepüléseken vagyok pucér. Nem mi félsz, hogy rád nyitnak? Ja, nem, ott vagy pucéri, azt hittem, hogy ott veszel föl valamit. Igen, nyilván... Ott viszont várja, hogy valaki rá. Ott viszont várja, hogy valaki bekopogja. Nyilván abban, hogy otthon mindig van rajtam valami, benne van az is, hogy van egy serdülőfélben lévő lányom, akivel nem osztanik meg volt, mindent. Tehát 15 évvel ezelőtt, akkor hogy aludtál? Akkor meg Móni volt nagyon fiatal. Akkor még Móni volt 8 éves. Erről megbeszéltük, hogy nem dumálunk erről nagy nyilvánosság előtt. Gyerekszerelem. Érdekes, hogy a nők nem tudnak mesztelenül aludni. Én ezt észrevettem, hogy a nőknek a szégyen érzete valahogy szerintem erősebb, és ezáltal nekik mindig szükségük van arra, hogy legyen valami rajtuk. Aludtatok már mesztelen nővel? Előfordul. Nem, nem úgy értem, hogy az alvás minden szakaszában, de hogy akkor a legvégén fölkapnak magukra valamit, de figyeld meg! Aha, most is mindig felvesz egy maci alsót, meg egy gimnasztyorkát, és egy usánkát, gumicsizmámat. De nem, tényleg, hogy ritkában alszanak a nők mesztelen. De ők szeretik ezeket a kis pizsiket. Igen, vagy egy kis bugyi, egy kis póló, már az elég. De egyébként szerintem jól is néz neki. A pizsama? Igen, mondjuk nekem egy picit ilyen tudathasadásos állapotot okoz az, hogy milyen Mickey Egeres van Móninak, meg ilyesmi. Aha. De szereti ezeket. A legdurvább mondjuk a spongyabobos. Lejjebb vízi a kort, vagy mi? De igen, valahogy, de ezek olyan kis csinik, olyan kis helyesek, és tényleg jól is állnak nekik, meg valahogy ilyen könnyű nyárias viseletek. Uh-huh. Én is szeretem egyébként, ahol kicsit bővebb, mert én semmi szűket nem hordok például alváshoz, amikor nem vagyunk kitelepülések. És a pasi pólóban alvó nő? Tehát aki a pasiának a pólóját. Azt helyes szerintem, hogy a nő fölveszi a pasi a pólóját. Én azt bírom. Tehát az jól áll egy nőnek. Vagy a nő fázik, és mit tudom, elmennek sétálni, és a pali pulóverét veszi föl. Azt szerintem tök jó. És a nő bébi doljában alvó férfi? Az még jó. Az vagyok én. Most lelepleztél. Alig várom, hogy amikor elmenjen szonyozni, felveszem a kedvenc bugyját. És abban várom. Igen, és abban várom. Igen. Az arra lenne kíváncsi, hogy mennyit kamúznak az emberek az első éjszaka, amikor együtt alszanak valakivel, ahhoz képest, amiben valóban alszanak. Biztos nagyon megy a terelés, nem? Tehát hát a hosszú párkapcsolatban már nem figyelsz arról, hogy minden este valami nagyon elegánsat vegyél föl. Az elején még azért, amikor randira mész, akkor még az... Nem az első éjszakán pont az van, hogy az első szex van. Igen, meg. És hát ott még azt veszed föl, és abba alszol utána, ha ott alszol nála. Nem, hát hogy olyanba alszol ott utána, amiben azért még úgy este is, vagy éjszaka is jól nézel. Tessék? Igen. Igen, egy autós moziban? Igen. Gombos, ez sokáig fog tartani. Juli, te mivel alszol? Hello. Pucérkodom. Pucér vagy? Hát de minek fölvenni egy pizsamát, hogyha ott van a takaró? De nem, most nem csak a pucérságban vagy a nejlon pizsoma 76-ból, tehát a kettő között azért az elmúlt 30 évben van átmenet. Értem, na de hát amúgy minek? Minek felhúzni éjszakára. Tényleg? Egy kis sortocska, pólócska, nem? Soha nem aludtam még ezt. Én csak akkor veszek fel pizsamát, hogyha nagyon, nagyon hideg tél van. És nem tudjuk eléggé felfűteni a lakást. És megbetemedett az ablak. Így van.
De hát mi a túrónak? Hát meg különben is amúgy is. Úgy is lekerült. Úgy is lekerült. Megint mi táborban vannak a gyerekek? Vagy megint leadtátok őket? Kis táborozás? Lefújtad róla a port. Szóval praktikus, kényelmes, egyszerű. Hát mi? Minek fölvenni egy ruhadarabot, ha egyébként befekszel egy ágyra, magadra húzod a tiszta takarót, hát mi? Kényelmesebb, egyszerű. Nem vág be sehol. Tehát azt mondják, hogy a pizsama alá ugye nem vegyél föl. Ne vegyél föl bugyit, mert... Nem, van, aki még úgy alszik, hogy fölvesz egy bugyit, és rávesz egy pizsomát. Vannak ilyenek. Jézus, atya úristen, de mitől fél? Ha pizsama alá nem veszel föl bugyit. Kint alszanak a kertben. De a bugyit és még pizsomán? Azért az... Van ilyen, de hogyha ha pizsama alá nem veszel föl bugyit, akkor minek veszel föl egyáltalán pizsamát, meg bugyit, meg bármit? Ezt a pizsamát sem értem a paliknál. Számomra ez teljesen felfoghatatlan. Nézd, miben alszol? Én általában esztelenül. Hihetetlen. Ilyen jobban voltatok a palikkal, hogy el is mondta ezt is. Hogy? És az Anika miben alul? Azt mondta, hogy a paliknál. mindent tudok róluk. Nem, a paliknál azt nem értem. Felveszed ezt a begombolós hosszújú pizsomát, és felveszed a hosszú pizsomanadrágot. Hát az, és minden bőr lóg rajta, az hogy néz ki? Ugye most valamelyik a volt egy ilyen mondjuk, hogy prémió kategóriás, egyébként az csak az atletben volt bent, és akkor bementünk, megnéztem, hogy mik azok a kis cuccok. És azt hittem, hogy azok férfi pólók, mert én utcára simán felvettem volna, aztán mondom, a kezébe temett az arc, és mondta, hogy azok pizsamák. Tehát, hogy és te meg akartad venni, mint férfi póló? Simán éreztet, hogy én ezt mondom, cel is fel, ugye jó ez a póló. Nevellek, de még azért el kell beszélgetnünk egy pár szót. Mi is leértéket póló? Igen, veszek bőle hárman. És a sejjen pizsi, az milyen? Szerintem egyrészt hideg, kettő, a pizsi a palit öregíti. Tehát, hogyha te 40 éves fejed egy hosszú, újú, hosszú lábú pizsomával alszol, annál paperosabb szerintem nincsen. Szépen begombolod a zuhanynál. Rendes nyaka van, és bebújsz a kis ágyikodba egy pizsomába. Hát az szörnyű. Ja, mondjuk ezt a sejem ágyneműt se értem. Az is érted. Meg lehet szokni. Nincs rá. Én utálom a hideg, mert beleízza a hideg. Nincs baj, főleg úgy, hogy minden nap cserélik. Ja. A komornyi. Nem jó, egyébként nem jó. Tehát hideg, csúszkálsz rajta, legurulsz az ágyról, vagy lecsúszol az ágyról. Na nézzük, a mesztelen pasik, tessék. Na. Ha a pasid, ez a csajokra is vonatkozik? Ja, nem, ez csak a pasikra valószínű. Igen. Magunkra nézzük. Ádám kosztümben érzi magát a legjobban, akkor valószínűleg lobbanékony és temperamentumos személyiség. Ádám kosztümben befura. Én ezt aláírom nálunk, amiről az nagyon szeret. Mesztelenül aludni, és néha a kanapé előtt nyomja el az álom, és akkor a gyerek lecsattog. És én meg szaladok előre. Ott ül egy vámorult marmunk Anna. Ott ül, igen. Egy füstölgő cégén. Ott ül egy vángal az ölében. Igen. És mesztelenül alszik el a kanapén? Hát előfordul, hogy igen. Aha. Én csak ott dobom le, ha már megyek aludni. Addig nincs. Na de nálunk a gyerekek elalszanak, utána ugye a Miró amúgy is elég későn ér haza. És akkor lefekszik. És akkor előfordul, hogy például, amikor a gyerek reggel fölébred, akkor ő még alszik. Ezért belép a lakásba, és azonnal ledob minden? Igen, persze, sőt, az ajtóba már letúrja a hagyja. Nagyon a gyerek látja saját apját mesztelen, az nem baj. Nem olyan nagy. Hát, szerintem az tök cik, amikor így... Meg elkerülhetem egyébként. Igen, az, amikor fekszel kicsit a hátadon, ilyen magatetetlen pózba, és akkor ott az nem annyira szerencsés, igen. Hát, hogy én olyankor beszoktam takarni. De nem, betakarom, de nem, semmi gond nincs. Fura látvány az a jurta ott a Wekerlin, de egy... Tessék, hogy mire vágyik az a pasi, aki messzelül alszik? Ki alszik hármunk közül messzelül? Csak én? Te is. Ketten alszunk messzelül. Én csak kitelepülésen vágyok. Igen, az a jéger alsós kategória nincs is. Nem ismer határokat, szexuális étvágy a hatalmas. Egy, csak a leoltott lámpánál szeretkező lánynál a szóba se jöhet, csak az igazán bevállalós vadmacskák tudják hosszú távon fenntartani az érdeklődését. Szeret ő lenni a domináns fél, értékeli a változatosságot. Ezek vagyunk mi a messzelül alvók. Póló és alsónadrág. Az nem áll rosszul egy palinak, egy póló és alsónadrág, azzal nincs baj. Nem? Azt szoktam. Szoktad? Póló alsónadrág? Igen. Az mit csinál? De előtte le is edzek benne. És várod a csütörtöket, hiszen akkor van nálatok vízhasználat. A sporul a zsegyében csütörtök a fürdést. Én ezt tökre szeretem. Egy jó pamut póló, meg egy jó bő boxer. Jó bő boxer? Jó bő boxer. Kedvenc együttes foci csapat, agyonmosott gólyatáboros póló, mindegy, csak kényelmes legyen. Érzelmileg valamilyen szálon kötődjön hozzá. Olyan pólót veszel fel, amihez kötődsz érzelmileg? Gólyatáborosat? Vagy valami rosszénekarosat? Újvárklub 1989, dehogy is. Metalikás? Nem, én a minta nélküliben hiszek. Ha párod ebbe szeret ágyba bújni melléd, akkor valószínűleg mindig meg tud nevettetni, mivel igazán szórakoztató és vidám egyés. Ó, Jani, ez te vagy! Így van, mindig megkacagtató. Ez se lett nagyobb.
Mély érzésű és jó szívű fiú, aki lelkemény, mindig kicsit gyerek marad. Mire vágyik az ágyban? Ez vagy te? Hmm. Papás, mamás. Nem szokás a ajtós túrontani a házba, értékeli a romantikát. Na jó, hát ez nem te vagy. Ez nem a hülyeség, mert tényleg mi az, aki pucéram fekszik, az nem mély érzésű. Tehát, hogy milyen, mik ezek a sarkítások? De jó érzésű, nem mondta, hogy nem jó érzésű, azt mondta. Nem. Meg, igen, megcsináltak a kutatást, és mit tudom, nyilatkozott nekik 1000 férfi, aki pólóban és alsógatyában alszik, és elmondták, hogy ők inkább romantikus. És nyilatkozott nekik 1000 mesztelenül alvó férfi, és elmondták, hogy ők nagyon szeretik, és ebből állították össze. Jó, ezt. És tehát akkor a férjem mondjuk egyik hétről a másikra, tehát hogy akkor ma mondjuk pucéran alszik, de holnap felvesz egy pólót. És egy én megnézném, mi van a póló alatt. Ha egy férfi évekig pucéran alszik, majd egyszer csak pólóba alszik, akkor vagy kiszívták akkor a nyakát, vagy megkarmolták. Hát, ugye? Tehát vagy azért egy azon betegséget kapott el valahogy. Akkor kezdjem el lecsekkolni. Finoman. Hirtelen pólót vesz, hirtelen nem zuhanyzik előtted, ott valami van a háton. Sérülés nyomok. Akkor nem tüdőszűrésem volt. Bizonyám. Alembőr és nemi beteg gondozó. Igen. Lassan olvad fel. Te vagy. Ezt én vagyok a lassan olvadó? Te vagy. Hát, lassan olvad fel. Néha kicsit szorong az ágyban, ezért sose kritizált. Gyengétségre és egy kis játékosságra vágyik. Nem bánja, ha te diktálod az iramot. Ó, átengeded a kezdeményezést? Azt ilyen van? Nem, igen? Persze, egy kicsit. Így van. Játékos vagy? Kiterítem magamat, aztán fogyasszon. Kedvére. Tofu darabok. Persze, mártogass csak szíve. Na tessék, melyik legyen még? Kétrészes bő pamut pizsoma. Ilyen beszélem, már ember nem alszik. Kétrészes passzos pamut atléta és boxer. Ebbe szerintem alszanak. Ez vagyok én. Vagy sejem boxer, pizsoma, vagy köntös, ez nem. Ez olyan nincs. Kétrészes passzos pamut atléta és boxer. Az olyan. Mi az a kétrészes passzos pamut atléta? Mi az a kétrészes az atléta? Hosszú, hát mint a jéger alsó. Hosszú jéger alsó, hosszú pólóval. Aha. A trendi feszülős hálóruha valószínűleg egy kreatív és vagány pasit rejt. Aha. De az nem trendi. Hálóruha. Hát most akkor így hívja, igen, ez a kétrészes passzos pamut atléta és boxer. Nem trendi. Hát ezt írja. Ezt írja, trendi. Tudja magáról, hogy vonzó, ettől magabiztos lesz, és hihetetlenül sármos. Mire vágyik az ágyban? Nem mindenkivel bújik ágyba, a szexhez fontos számára az érzelem is, ezért taszítják a könnyű vérő lányok. Szereti a spontanitást, de a hosszú szenvedélyes szeretkezések sincsenek ellenére. Hmm. Ki az, aki taszítanak a könnyű vérű lányok? Nem tudom. Lehet, hogy én egy olyan baráti körből. Én vagyok a kivétel. És te is, és te is, és minden férfi. Fura. Nem tudom. Hát azt gondolom, hogy aki ilyen, nagyon-nagyon passzos cuccban vonul ágyba, az szereti, az hogyha... Hiú. Az hiú, és az szereti, hogyha imádják. A könnyűvérű lányok meg imádják. Igen. A pasiak. Alszik még palizokniban szerintetek? Szerintem egyébként rengeteg. Én szoktam. Jaj, ne, nem akarom. De! Ne, hát ha te érdeked, hagyd abba. Ja, jó, akkor mégsem. De hogyan? Egyszer volt, csak a sém volt. De a kis tompolt zokniaidban? Ne, ugye, én kis titok zokniba. De miért? Fázik a kis lábacskát. Nem, még titok zokni. Fázik a kis lábacskát. Miért este? A titok zokni, az miért? Azért, mert ha már húzol föl zoknit, de ha már húzol föl zoknit, akkor miért titok zokni? De igen, az a titok zokni lényege, hogy úgy vegyél cipőt, hogy ne lássák, hogy közben zokni is van rajta, de otthon azt már nem kell titkolnod. Hideg a kis lábacskát. Jó, nyugi, hideg a kis lábacskát. De figyelj, reggel leveszed, összehajtogatod a pizsamáddal együtt, és beteszed az ágy végére. Nem, megkerem lekvárral, és megeszem. Hát persze, hát így van. És akkor szépen leteszem, és akkor... Az olyan kiábrándító, egy palizokniban alszik. De miért? Hát akkor ne aladjunk többet együtt. Innen már csak egy lépés alá melegítő. Hát vegye le azt a zoknit. Hát de fázik. Hát akkor nézd meg. Az a fura, hogy... De az igen, a keringet. Biztos, hogy keringet sem már van. Hagyod, ha lekerül a gatya? Tényleg van úgy, ja? hogy semmi nincs rajta, csak zokni? Vagy jéger alsó és zokni? Persze. A jégeralsót azt le kell, hogy vegye, nem? Vagy a jégeralsót leveszed, de csak zokni ilyen van. Hát persze, hát a műtő... Szóval szokott fordulni. Nincs kiábrándítóbb egy palinál messzen a zokni van. Csak zokni. Az szerintem döbbenet. Uh-huh. Tehát mikor megyek zuhanyozni, én figyelek arra, hogy ne az legyen az utolsó, amit leveszek. Néha eljátszom a Vikinek, hogy nézd meg, mi lenne, hogy ilyen férjed lenne, aki messzen zokni ma járkálna a lakásban. Az messztelenül csak zokni. Ez vagy előfordul, hogy csak vagy véletlenül rajta marad. Meg, mert érted, mert amikor ki kell rohannom a fürdőszobába a síkosítóért, ott hideg a kő, nem akarom, hogy megfáradjon. De minek? Megint nyikorog az ajtót? Nyikorog a fürdőszoba ajtó, vagy minek az ajtót? Persze, nálatok minek síkosító? Nem a derekam. Nyikorog a konyhaszekrény? Már nem a régi a derekam. Cseréljetek zsalút, ha megint nyikorog a konyhaszekrény. Én szerintem igen. És a téli ruházattal mi a helyzet? Ne aludj vele ágyban. Csíruhában, vagy mire gondolsz? Ha ne, hát, mert télen azt szoktam csinálni, hogy egy a polifon matraccal körbetekerem magam, és egy gumipokkal rögzít. Így biztos nem fázok. Érdekes, mert van, ami a nőknek jól lát. Például, hogy nő zokniban alszik, az szerintem cuki.
Csak zokniban? Nem, most van rajta, mit tudom én, valami, és fázik a kis lábacska, és fölveszi ezeket a kisebb, ilyen vastagabb, ilyen Garfield zokni, ilyen-olyan zokni, az tud helyes lenni. Hát én a 80-as években volt egy csomó olyan szexfilm, amiben ilyen tenisz zokni. Ah, de az nekem be is jön. Az is. De hát az fölötte... ma is bejön. Ja, így van. De ott fölötte volt valami, tehát nem csak az, hogy zokni, hanem ott a fölötte volt egy volt, kis sortocska, vagy valami. Évekkel később ez már eltűnt, mert már nem volt divatos. Nem az, hogy zokniba felé nyugtass meg, nem? Nem. Kabátban meg sárga. Hogy aludnék? Fura dolgokat kérdezem, magas sarkú? Már hogy magas sarkúban alszik a nő? Be az is. De még begyinázott szex után, és már nem veszi le magáról, vagy milyen? Én kértem már otthon. Soha nem aludtam még magas sarkúban nővel. De a vőkinek vannak hibája, az egyik az, hogy leveszi a cipőjét, mielőtt bejön az ágyba. Nem tudom. Furán van szocializálva. De akkor később kiszaladtak a gardrób és behozzátok. Nem, hát én kitippegek. Egy fél tűsarkú, érted? Ki? De hogy gondolt, hogy elaludjon a magas sarkuban? Igen, hát akkor mit nyalogatsz le, hogyan? Hát de azt előtte már lenyalogatsz. Te előtte. Te lábfetisít, kezdek rájönni, te ilyen lábfetisít. Szeretem egyet, igen. Igen, olyan vagy, mint most a Tarantino. Hogy most tartok az elnél. És akkor bejön a Móni magas sarkuban, és utána elalszik, és ott fekszik az ágyban magas sarkuban? Így van. Megjöttek egy kis gólyát. Kelepeit. Atya, és harisnya öreg van. Harisnya? A Janin? Szerintem egyébként. Most szerintem egy ideje már nem hordok. Simán előfordul. Hordtam régen harisnyát. Nem akarom. Nem. Álljunk meg egy ponton. Nem akarom, hogy volt kis harisnya a drágod. Móni nem hord. És mikor volt harisnya a drágod? Amikor még ilyen bekötött kesztyűvel jártál? Nem, sajnos később. Az a baj, akkor még nekem is volt, de aztán szerintem a harisnyát, mert a jégeröshöz nagyon vastag. Nem, és akkor már nagyon ráfeszült a lábamra, a kornodrágom. És azért mindig harisnyát vettem alá, mert abban jobban tudtam mozogni. Ez nem lenne baj, csak mondjuk egy 30 éves voltál? Tehát ugye ez mondjuk még 12 évesen, ugye nem akkor a baj, mert sok akkor... Hát nem, ha 30 lettem volna, akkor már nem emlékeznék rá, szerintem én. Harisnyanadrág. Mondjuk nálad egy vetkőzés az azért az egy Himalája expedíció. Tehát te így kibontod magad egy ilyen harisnya, zokni, titokzokni, jégerásó, stb. Onnan egy fürdés és egy visszaöltözés, tehát hogy azért... Addig főz, most takarít, letakarítja az ablakokat, igen. Kiviszi, megsétáltatja a kutyát. Hát hozzád betörnek téged, nem lehetne megerőszakolni. Nem lehetne. nem lenne könnyű. Nem lehetne hozzád csak állítani. Csak ha hoznak maguk a snitzert, adjad még szűz. Nézd a titokzokni, de még harcsa, de még jégerásó, mindjárt ott vagyunk, de még nem. Mindjárt célba vagyok, így van, jaj, most erre. És Móni beállít. Ah, igen. Mi van a gyerekekkel, Júli, jól vannak? Jó. Most... Megjöttek a táborból? Ne, persze, és szuper jó. Most ott állnak az apjuk körül is, nézik, ahogy alszik a kanapé előtt. Csodálják. Hát milyen? Úristen. Szuper jól sikerült. Jó volt? Iszonyú jól, és az egész tábor mennybe ment, és az egész, a két gyerekem mennybe ment, és agyon lettek dicsérve, hogy mennyire jól viselkedik. Erről beszéltünk, ez egy bátor döntés. Én ezért nagyon tisztelek, hogy 5 éves gyereket, hiába van ott a bátyja, azért kettőket együtt, az de legalább önálló lesz. Annyira, hogy képzeld el, azzal jött haza a fiam, hogy futott felém az utcán, egymás karjaiba omlottunk, nagyon örültünk egymásnak, és azt mondta, hogy anya, most már nem kell, hogy velünk aludj. Mert hogy nálunk egyébként az volt, hogy az ágy végében legalább ott strázsáltam, és vártam, hogy elaludjanak. Tudom, én is ezt sem. Már mondták, hogy akkor most már kimehetek. Tényleg? Uh-huh. Hogy ők ezt sem megoldják együtt? De Vikinek miért kell a te ágyad végében aludni? Önfélek, ha csak lámpát én tudok elaludni. Ő is simogatja a te lábadat? Ja, abszolút. Nem, nálunk a Ben is úgy alszik el, hogy kívánja, hogy valaki legyen ott nála. És ott ülünk és várjuk, hogy elaludjon. Igen. Na jó van. De titeket akar? Ahogy, nem, van idegen, mindig behívunk valakit az utcáról. Ne áramodjon nagyon se, jöjjön már, mert a gyermekem alszik, és mindig szereti valaki, üljön már egy 10 perc ide, üldögél ott. Nem szedélyfüggő, csak valaki. Igen, csak nem bírja az egyedüllétet. Szerezettek, hogy próbababát. Igen, és akkor most már nem is mennek táborba? Most már nem, idén nem, de állítólag ez az óvónéni fog télen is csinálni. Aha. Beletigérve. Fölcsillant a szemed. Istenem, karácsony a gyerekek nélkül. Kicsit fölcsillant a szemed, mi? Úgyhogy talán akkor, ha lesz, akkor esetleg elküldjük őket. És a másik nagy újdonság az, hogy a fiam egyedül zuhanyzik. Úgy képzeljétek el, hogy 7 éves, és elkezdett egyedül zuhanyozni, sőt, magára csukja az ajtót. Hát akkor már a kis játékok vannak. És fújkálja magát. Ajjaj, mi a? Én már 10 éve nem vagyok ilyen hajlék, hogy... Magára zárja az ajtót. Fújkálja magát, apa parfümjével. Ja, úgy, én ezt még 10 éve ezelőtt megpróbáltam, de akkor beállt a derekam, és mondtam, hogy ez a hajó elment, ennyire már nem leszek hajlékos. Kinek a fia ez, hogy ennyire szemérmes? Magára zárja az ajtót, miközben az apja meg kint alszik a kanapé előtt. Nem, csak becsukja, de hogy most már annyira önálló. Bizony, és akkor ott már titkok jönnek, aztán majd már szégyellős lesz előtted, aztán már majd viszed a suliba, és engedd el a kezét, meg a barátok előtt ne adjál majd puszit, mert az már kicsit kellemetlen. Igen. Aztán rányítsz majd a szobába, és te tudod, hogy mit csinált, ő csak reménykedik benne, hogy anya nem tudja, hogy én mit csináltam, de anya tudja, hogy ő mit csinált. Nem? Bizony.
És el is mondja büszkén a többi szülőnek majd az óvodában. Azt is tudom, milyen. Rám is nyitottak már, rám. Szóval ez minden gyerek tudja. Nem, na, lehet, hogy csak újdonság a gyereknek, hogy vannak már nyilázárok a házban. Végre felszerettetek. Nyitott a csukatot. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Most mi lenne Ákosnak? És tegnap írt az egyik kedves hallgatónk, nagyon kedves volt, nem tudom, mire akart vele utalni, hogy lányomával most már csinálják egy gyereket is. Hát nem tudom, hogy mihez kapcsolódott konkrétan, de hogy így valahogy beszüremkedett neki az információ. Miért a lány, az nem gyerek? Hát én azt gondolom, hogy maximálisan az. Ilyen színvonalú SMS-eket én meg sem említenék. Komolyan mondom, hát ez nem SMS, ez valami paraszt írta. Nem értem, mi az, hogy lánygyerek, nem gyerek, ezen úgy fel tudom húzni magam. Mert nincs, aki tovább vigye a nevet, nincs. Meg a vagyon majd az ilyennek nincs vagyona, esze sincsen az ilyennek, nem vagyona. A nincs is mit tovább vinni, csak a parasztságot. Teljesen igazad van. Nem? Ezt én is hallottam már többször, hogy a lánygyerek nem gyerek. Meg a fiúgyerek már azzal lehet menni, bevaszni, meg badászni. Ennyi, azt ne. Badászni lehet menni, a szalonnál a lánygyerekkel mit csinálsz? Nem tudsz mit csinálni. A gyerekek, tegnap elmaradt a sportnapom, úgyhogy nagyon feszült vagyok és ingerült, hogy vigyázzatok, mert szörnyű napotok lesz ma velem. De az egész, hát nem, hát ilyen esőben nem lesz. Hát volna tenisz, aztán foci, azt mondta. Igen, de hát ilyen, nem, fűre nem lehet fölmenni kis pályára, mert hogy tönkre tesszük ilyenkor, úgyhogy ez ilyenkor eső nap van, nagyon-nagyon feszült vagyok, úgyhogy... Nyomjál egy pár fekvőt. Tessék? Nyomjál egy pár fekvőt. Ez nem jó, az rajtam nem segít. Nekem a mozgás. Neki a mozgás kell, jelzi. Érted, nem pár nyomorult fekvőtámasz, amit pókjárásban. Meg tudok neked csinálni. Úgyhogy nem jó, nem is aludtam jól igazából. Kérdele a Feri EP-jét. 5K? Most mit csináljon vele itt? Na mi van? Mi van? Hát tönkretettél tegnap, végeztem, eladtam a futócipőmet, és ennyi. Jaj, hagyjál már, te puha, te. Hát tegnap te már nem mentem zugfutó, futni. Te titokban futó, te. Hová tűnt a régi Feri? Gyere, együnk egyet. Ugyanúgy megvan. Fut. Hát ez... Ugyanúgy megvan, tegnap is grill party volt nálunk, este megittünk egy kis bort, de hát pont azért lassan, jó. Lassan ott fogsz kikötni, hogy tofu teszel és nősülsz. Tehát ez gyerekek. Csináltam egy olyan tofu szendvicset némi kis párgával, kis majorannával, és egyébként lehet, hogy össze megnősülött. Tehát ez lesz a következő. És akkor már tényleg nem mondod. Tudom. Már nem tudom, hogy ki vagy. Akkor már végképp nem tudom, hogy ki vagy. Nálam ilyen a kapuzárási pánik. Nősülök és tofu szendvicset eszem, és valamit futok. És ez a három. De az, hogy nekem átmeneti, azt nem használhatom fegyverként. Már mi átmeneti? Hát, hogy egy kipróbálom, hogy le tudom-e futni az egy órát. Ha megvan kipipálva, kész, már dobom is el. Na? Tehát egy óra egyben ez a cél? Egy óra egyben. Hogy fogod ezt kivinni kaja nélkül? Na, ma most mondom, hogy hajtok egy disznót. valami tényleg. Illetve úgy van, hogy előtte kocsival végigmegyek a futópályán, amerre fogok futni, és különböző egységcsomagokat helyezek el egy kilométerenként. Tehát nagyon fontos a helyes táplálkozás a futáshoz. Na most azt tényleg hagyjátok. Neki állsz, nekem itt most mindenféle ilyen, nem tudom, zapkásákkal jönni, meg te, akik egyébként ízekre szedted a Gábor csütörtökön. Én most zabnyákot fogsz itt nekem enni, meg nem tudom, diókrémet. Már hívtad? Már beszéltem, hogy milyen olyan dolgokat tud javasolni, ami segíteni az én sportkarrieremet. Tudom, hogy tudnál egyébként még többet futni, rájöttem. Kutyával a hátra. Nem. Mögött. Fogsz egy pecabotot, berakod ide magad mögé, kihúzod, és ide lelógatsz magad elé egy ilyen rohadt nagy szerránosonkát. A vége az lesz, hogy a futás után még rá fog kattani valamilyen, hogy hívják rá, valamilyen testformára, testépítő történetre is. Nem és fogok. Utána pedig ilyen két év múlva úgy beszél mindenki Rákóczi Feriről, mint a testformálás, a reforméletmód, a táplálkozás, az új edzésmódszerek, a pápáról. 45 évesen ezt már nem lehet megcsinálni. Igen, sohasem késő ez lesz. Igen. Ez lesz a szlogen. Ide valaki, hogy ad fel Balázs Ferit, elveszítettük. Az a baj, hogy én is így érzem, nem sokára Norbival fog reklámozni szénhidrát csökkentett update pálaszt. Hát ott lesz. Szénhidrát csökkentett. Azért lesz jó, hogy összeállsz a Norbival, mert akkor kettőtök közül legalább valaki ki tudja mondani, hogy szénhidrát csökkentett. Tehát, hogy... kell mellé valaki, aki fogja a kezét. Várjál, megkövöm, szénhidrát. Igen, legalább az egyik ötök ki tudja ezt mondani. A kedvenc szavát ráadásul. Nem akarlak meglátni a Norbi mellett. Nem akarom, hogy ilyen termékeket reklámoz. Nem akarom, hogy update shirt így áll, és nem akarom, hogy alkohol. Nem akarlak végérvényesen elveszíteni, mert így se tudlak hova tenni, hogy ki vagy te.
valójában? Hol az a férfi, akit eddig ismertél? Hol van az a Feri, akivel én 6 évig dolgoztam? Mi ez a nem eszem, futok, lefogy? Ki ez az ember? De hát ez eszem! Ki vagy te? De ha most még meglátlak, hogy fogyókúrás reklámban vagy, akkor vége. Feri, mindig így kezdődik. Először csak egy kis futás, aztán jön az alkoholmentes sör, bukólámpás autó. Az már van, nem? Bukólámpás. De jó. Már nem csukódik le. Sose csukódott. Mi olyat elhozott, mi nem csinálunk. Már úgy vettek, hogy nem csukódik. Isten. Hallották, hogy egy kis hiba van. Két fogpiszkáló van. Adtám azt, hogy ne. Bukólámpás autó és guminő. Gondold át, írja egy hallgató. Melyik a bukólámpa? Mi lehet az? Japán. A bukólámpa az ugye hát a Mazdákon, a régi Hondákon, ugye, ami ugye följön a lámpa. Igen. Hondákon is van ez a bukólámpa. Jaj, basszus, értettem egy autós kérdéshez. Mi van? Te se vagy már. Te meg honnan tudod, mi az a bukólámpa? Mi lett a műsorban leosztott szerepekkel? Mi lett a karakterekkel? Mi ez a nagy összefolyás? Te nem tudhatod, hogy mi a bukólámpa. Tényleg. Te egy BKV-val járó... kis lőrici proli nem öltözködhetsz fel divatosan. Nem lehet rajta divatos, tudsz, nem tudhatod, hogy mi az csak a bukólámpa. Csak a várak érdekelhetnek és a cukrás sütemények. Én nem lehetek szerény és jófej. Feri, te nem fogyókúrász, ez nem folyhatnak össze a szerepek. Minden hallgatónak meg kell találni azt, akivel tud azonosulni. Ha te tudod, mi az a bukólámpa, én egyszer szerény leszek, és a Feri elkezd fogyókúrázni. Kivel azonosul a hallgató? Hát összekevered. Nem tudhatod, mi az a bukólámpa. Nem ez a te szereped. Te azt tudhatod, mikor jön az 59-es villamos este 11-kor. Ennyi. Mondjuk azt szóval. És hogy hol jár. Azt írja, hogy ne bártsatok a fitness pápát. Viktor Orjas vagy. Úristen. Here we go. Hölgyeim és uraim. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM. Ez itt a Best of Morning Show. Érdekes dolgot találtam. Szerintem ezen cikk alapján mindenkinek van hasonló tapasztalata, nem konkrétan abban, amiről a cikk szól, de amikor megveszel magadnak valamit, az picit olcsóbb, vagy megrendeled internetről, hazamész, kicsomagolod, és nem teljesen az van a dobozban, a csomagolásban, amire számítottál, megpróbáld összeszerelni, de a dolog egy nyomorúságos, olcsó, leértékelt volt, és rájössz, hogy téged nagyon átvágtak, szerintem mindenki járt már így. Figyelmeztetést adott ki az Európai Unió, miszerint senki ne fürödjön egy bizonyos megrendelhető, interneten megrendelhető pesgő fürdőbe, mert az agyonvág. Agyonvág. És ne ültessünk be senkit, csak a mamát, az anyóst, ha nagyon szeretnénk, vagy már nem szeretnénk, hogy köztünk legyen, mert hogy állítólag nálunk is meg lehet vásárolni interneten, kereskedésből is, elég sokat is vettek, egy bizonyos jacuzziból, medencéből, otthon összeszerelhető medencéből, ami Hollandiából érkezett, és hát egyszer már majdnem halálos balesetet okozott, és előfordulhat, hogy az, aki beleül, azt ott gyorsan megrázza az áram. És azóta nem veszik fel a telefont? azóta nem jelentkezik. Azért telefonál, mert hogy nem tetszenek fizetni a részleteket. A holland hatóság riasztást adott ki egész Európára, hogy vonják vissza mindenhol ezeket a pesgőfürdőket, mert hogy van egy Camaro márka nevű felfújható szerkezet, ami hát áramütést okoz. De nem pezsek, hanem forr az áramtól. Igen, a fűtőelemek szigetelése nem megfelelő, a vezérlőegység a nedves elemek feszültsége alá kerülhetnek, és így halálos áramütést okozhat. Volt is valaki, akit megrázott. Nem csak egy egyszerű reklámszövegről van szó. Nem. Belehasszolja. Hallod ma. Hallod, igen. Agyonvág annyira jó. Az élmény agyonvág annyira jó. És nagyon kérnek mindenkit, hogy mindenki hozza vissza ezt a kis szerkezetet, vagy cserélje vissza, vagy cserélje jobbra, és senki ne üljön bele. Több személyes, vagy pedig csak egy személyes szólózni? Nem, ez egy több személyes. Tehát akár gyakorlatilag egy családi szórakozás is lehet? Az igen, igen, az családi szórakozás. Bízőjelben? Tehát, hogy igen. Az egész család akár egyszerre beleülhet? Az egész család egyszer belülhet, persze, ez egy négy személyes jacuzzi. Készülnek a nagy pillanatra, mindenkinek a kezében ott van a kis talpas pohár. A kölyök pesgővel. Rá kapcsolt, behagyjuk. És abban a pillanatban...
és így elsütétedik a ház bentről. Azt még fogod, hogy lekapcsolta, igen, levágta a biztosítékot, beállt a hűtő, leállt a klíma, eltűnt a villany, de a következő pillanatban már érzed. És a nagypapi azért az alsó szintről meg felkiabál, mert leszaladt még a kilni egyet elő. Olcsátok vissza! Ti csináltatok valamit! Nekünk a biztosítékot! És a család kint vidáman dzsakuzizik. Szóval, hogy mindegyik halál értelmetlen, de azért belemászni egy dzsakuziba, és megvág az áram, hogy ez valakinek ez van megírva, hogy így, így kell befejezni, tehát egyik sem méltó, egyik sem szép, egyik sem jó, nem? Tehát, hogy amikor jön, el kell jönni előbb-utóbb mindannyiunkért, de hogy felolvassák majd ott a temetéseden a beszédet, és hát a család nagyon szerette, mikor belemászott a dzsakuziba, még nem sejtette, egyen, hogy az utolsó fürdőzés, ez valami rettenetesen nyugodás. Ugyanígy teladó. Alig használt dzsakuzi. Egyszer használt dzsakuzi. És képzeld, amikor funkítani akarsz, és odaívod a csajt, és beültök, és izé. Hátra támaszkodsz, és akkor nem, hogy hozzunk együtt kicsim. És a csaj azt mondja, hogy ne arra, hogy nem hoztam fürdőn, én nem ülnék be, meg félek, hogy összeszedek valamit, nem pezsegél itt nyugodtan, hát akkor egyedül, és rányomsz a startgombra, és iszonyatosan elkezdesz a vízben brékel. Megvárlak! Hogy azért egy nem egy szerencsés szép halál. Ilyenkor kifizet, ha nekem van egy ilyen háztartási biztosításom, vagy bármi, hát akkor ezt... Nem, hogy kifizet, ki, nincs, aki pereljen, hát ott vagy benne. Tehát a család azért csak csinál valamit. Hát és azt mondják, ugye, hogy a alápillanatában elernyednek az áróizmok is. Na most képzeld el, hogy találok rád. Ott lebesz. Tehát, ha lehetne kérni, így nem. Nem hiszitek, a csávó iszap fürdő közben. Igen, és ha nincs szerencsét, akkor az még ment egy kört. Igen, tehát az ember arra vár, hogy ha már ez a pillanat eljön, ugye ez talán... Hogy ne így. Igen. Hogy legyen picit több méltóság, nem? Hogy valami méltóság azért maradjon ebben, nem? Hogy ha már jön, mert előbb-utóbb, tényleg előbb-utóbb reméljük, hogy mindenkinél utóbb, de hogy ez egyszer eljön. Tehát valami mondod, minimális hogy... méltósággal mehess át a másik oldalra, ne egy dzsakuziban úgy, hogy arccal fekszel a vízben, megvágott a 4000 forintos internetről rendelt házilag összeszerelhető dzsakuzid. És zavaros körülötted a víz. És nagyon, nagyon zavaros a víz. De nem megdöbbentő egyébként, a gyerekek, egy ilyen nem olcsó. Tehát egy ilyet megrendelsz, ez 50-100 000 forint. Na, mennyire ülnél bele egy dzsakuziba, ami ráz? A kecske szívás után. Miután túl vagyok a kecske szíváson? Most hogy van, hogyha mondjuk valakinek van ilyen, de nem tudja, hogy az most ráz vagy nem ráz, akkor tesztfürdést kell csinálni, vagy először beleraksz egy aranyhalat, vagy macskát, vagy... De a macska... De érted, a macska nem fogja jelezni neked, hogy baj van. De a macska a mozgásán látod. De a macska már alapból nem akar majd belemenni, és akkor majd gyanakodni fogsz. Basszus, nem akar bemenni a vízbe a macska. Ha ráz, akkor viszont nem jön ki. Ja, mondjuk ez is igaz. Mert ha rendellenesen viselkedik a macska, magyarul benne marad, akkor nem hát jó. Vagy jó az aranyhal is. Szoktatok így internetről rendelgetni egyébként különböző ilyen háztartási cikkeket, elektronikai cikkeket, persze, mindenféle olyan dolgot, ami ígér valamit, bármilyen terméket, csodakés, nem simán tudom, megjön internetről. Persze. Csak otthon összeszereled, elkezded összerakni, rájössz, hogy valami nagyon rosszat vettél. Kis fülbedugós fülhallgató, volt egy ilyen viszonylag sok levélből álló levélváltásom az eladóval, amiben egymásnak próbáltuk bizonygatni, hogy az szerinte eredeti, szerintem meg nem eredeti, és szerintem miért eredeti, és szerintem miért nem eredeti. És már ott tartottunk, hogy egyébként, hogy nagyon-nagyon komoly pixelszámú fotókat küldtem át neki eredetiekről, és mellé csatoltam az ő általa számomra eladott fülhallgatóról fotókat, hogy lássa, hogy mi a különbség az eredetivel, de úgy, hogy akkor kis hangszóró, a hangszóró, ahol becsatlakozik a kábel burkolatoknak a külső borítása, tudod, csatlakozása, stb. Nagyon-nagyon nehezen tudtam. De ő tudta, arra, hogy egyrészt ad el neked? Nem. Ő azt mondta, hogy ő szerint ez eredeti, és hogy eredeti csomagolásban érkezett, és nyilván. Nincs annál szörnyűbb, amikor megrendelsz valamit interneten, nagyon várod, kicsomagolod, átveszed, elmész érte, és rájössz, hogy nagyon-nagyon átvágtad. Az elviekben osztrák, de nyilván tajvani, vagy pedig kínai, vagy nem tudom honnan származó, egyébként tucat gagyi hulladék fülhallgatót, és te azt várod, hogy ez az osztrák prémium minőségű legyen, amit megszoktál, megszerettél, picit többe is kerül, de hát nyilván, hogy interneten keresztül rendeled, vagy valamilyen internetes portálnak az olcsóbb, vagy feltűnően olcsó ára alapján, és megérkezik, és berakod a füledbe, és akkor ráküldöd a machine headet, és
És így szól. Azért a szörnyű kiábrándító. És akkor visszaküldöd, levelet írsz, elkezdesz vele harcolni, és mi lett a vége? Kaptál újat? Vagy? Kedves Sándor, az én gyanúm az, hogy ez a fülhallgató nem is eredeti, mit szólsz ezt te. Üdvözlettel, János. És e-mailben vagy, vagy rendes postafordultával? Nem, persze, postafordultával. És így, és akkor megnyaltam a levél szélét, és nem, dehogy is nem. Egy hónapig, két hétig azért ezzel elvágoltatok, nem? Két hétig ment. Visszaadtad? Nekem az első ilyen, akkor még nem volt internetes vásárlás, apám kiment a Szovjetunióba, akkor még a gyulai húskombinátot. Pedig csak azt mondta, hogy kenyérért. Hogy lesz valat kenyérre, de két hét már. Elmentek Kijevbe, és akkor mondta, hogy úgy búcsúzott, emlékszem, vállamra tette a kezét, és azt mondta, hogy figyelj, ha valahol a nagy tutit meg tudom venni, és itt még nem tudtam, hogy mi a nagy tuti, azok az oroszok. Két hét múlva jövök. Két hétig nem alszol. Megérkezik, villanyvasút. De várjál, ne röhögjél. Olyan villanyvasút, hogy megőrültél. Tehát rendes kocsival, gőzmozdony, minden, nagysín, elektromos elosztó, oda-vissza tudod menni, tudod a váltókat váltani, úgyhogy nem kell kézzel átlökni, hanem azt is gombbal. Összeraktuk. Ez volt 2 óra, és a nagy csodatod a fater így áhítatta, rám néz. Na most figyelj. És ahogy átkapcsolta, hogy elektromos áram alá helyeztem egy dugó, tehát 220-ról ment, abban a pillanatban az egész utcában a boh, így le a villany, és soha egy centit nem és mozdult. És a büdös életben nem mozdult centit, meg. És az olyan keserűség benned, hogy miért nem? Tehát, hogy miért pont te? Hogy erre vártál, hogy megvan a tuti, a csoda, érted? Ide fog járni az egész falu villanyvasúttal. Jó hosszú utat tett, 2 hetet elment azért, hogy szerezzen egy villanyvasút. Igen, amivel aztán levert a biztosítékot, és mindenhova be kellett vinni újra a légvezetéket. Le kellett kábelezni a nullás kábel. A József Attila utcától az addig minden leégett. Tudom, és szörnyű, ott állsz, nagyon. Összeszereled, azt hittem nekem azon van, hogy várod gyerekként, igen. Ugye ott várod a csodát, és egész egyszerűen nem. Nekünk is van ilyen, apám vett Ruszkiktól, közelünkben több laktanya volt, és ők folyamatosan jártak a kis cuccaikkal, árulták ezeket. Hát búvárszivattyút vehetett tőlük. Bármit figyelj. Igen. Egyszer csöngettek, apám kinéz, aztán bemjön a konyhába, kivesz egy csontozók, és megy ki. Mondom, mi van, hogy én rosszat sejtett, azt mondja, a Ruszkik megint el akarnak adni valamit. Kiment, bejött, semmi tragédia nem történt, viszont vett egy színes tévét, és na, az nálunk olyan volt, hogy egyrészt a színes tévének külön állványt kellett csináltatni, mert nem bírt el a régi Color Star-nak a szekrénye, egyrészt, másrészt pedig ugyanez, a csodavárás. Na, akkor üljük le, nézzük színesbe a parabolát. Bekapcsolod a tévét, és nem hazudok nektek, 5 perc múlva színesedett ki, világosodott ki a képernyő, és minden egyes tévézés előtt ez ment. Fölfűtött mi a reaktor? Igen, fölfűtött benne a reaktor. A tévé, mondom, kb. 60 kilós volt, és mindig 5 percet kellett várni. Tehát, hogyha későn kapcsoltuk be, vagy mit tudom, 8 órakor kapcsoltuk be kedden az Oninen családot, akkor lemaradtunk az első 5 percről mindig. Fölbúgott a tévé? Melegedett? Ja, ezt én is. Ilyeneket mi is vettünk. Én nem is tudom, nekem volt apukámnak egy piros Ferrari-ja. Kicsi. Tudod? P-mágnes. És így körbeáltuk. Ne, bárcsak volna. Körbeáltuk karácsonykor, kinyitotta, és nem értettük, hogy mi az, hogy miért örül egy kis autónak. Megnyomott rajta egy gombot, kinyílt a motorháztető, és azt mondta, megjött az új kazetta visszatekerő. Fogtad a VHS kazettát, beraktad ebbe a kis Ferrari-ba, lenyomtad a tetejét, és visszatekerült. Mert ugye nem tekerünk. Így mert van. Elállítódik a videomagnónak a feje. És ha jók lesztek, jövőre veszünk videomagnót is. És az volt a játék karácsonykor, hogy az összes VHS kazettát leszedegettük, és mindegyiket visszatekertük. És ezzel szórakoztunk, és erre összegyűlt a család, ugye? De az működött, tehát hogy az nem a hibás vásárlás volt, az működött, és visszatekerte, megdolgozott a kis autó. Én mindig úgy csináltam, hogyha láttam, hogy a felétől volt visszatekerve, és éppen ezért az egyik sötétebb volt az egyik szalag, mert hogy egy kicsit valahogy így előrébb csúszott, akkor mindig először előre tekertem, aztán tekertem vissza, hogy egyenletes legyen. Akkor is beteg voltál, ne haragudj. Tényleg. De ez nagyon-nagyon menő volt.
Igen, de most már van egy új szabály, hogy 14 munkanapon belül egyébként, ha te veszel valamit az interneten, akkor ha te küldesz erről egy nyilatkozatot, akkor te elállhatsz. Azt hiszem, ez az új szabály, ez fontos. Tehát, hogy nem kell neked visszaküldöd, akkor neked automatikusan egyébként internetes vásárlás esetén, miután átvetted az árut, te 14 napon belül még meggondolhatod magad. Hát csak még ha megvágott a jacuzzi, utána már kicsit mindegy egyébként. Pont azért gondolkodhatsz, hogy lehet, hogy belecsúszol a 15. napba is, ha ott lemegsz a vízbe. Kérem, a sértet indakolja meg, hogy miért áll el a vásárlástól. Valaki törölje el a nyálat a szájjal, és kérem, válaszoljon, érted? És akkor nekem visszaadja az árát ilyenkor, most nem a jacuzzinál természetesen, de bárki? Vagy én utána akkor elkezdek vívni az eladóval, hogy akkor legyen szíves, ha ismeri a hát ők nem annyira örülnek, kérdés, tehát, nem akar visszavásárlás témakörét, akkor... Na most gondolod, hogy egy használt jacuzzit. Tehát, hogy mit csinál vele? Minek? Eladja? Hát nem, leföldeli. Gulyáságyúnak. Azt írja nekünk egy hallgatónk, hogy egyik ismerőssel történt, hogy interneten rendelt egy méregdrága almás telefont. Átvette a dobozt, kinyitotta, és... agyag köcsögöt talált benne. Agyag köcsögöt. Agyag köcsögöt talált bele, a rendőrség segítségével jól végződött a történet. Mert aztán ráadásul nem is, hogy bizonyított, hogy az jött meg. Ugye? Azt hogy bizonyított? Tehát, hogy fölhívod a céget, hogy maguk köcsögöt küldtek nekem, köcsögök. Ugye? És azt mondja, hogy nem. Mi egy almás Nokiát küldtünk. Na? Ez az iPhone 6. Igen. Így néz ki. Ez hogy köcsögbizonyított? Sehogy. De már bocsánat, én látom azért itt napminapokati telefonjaitokat, tehát hogy ezek nem köcsög formájúak. Nem, tehát, ezek hogy, nem. Hogy dobozba ez, tehát hogy nem kezdesz el gyanakodni, amikor kapsz egy ilyen ízét, egy ilyen féltégla méretű. Nem, hát megkapod a dobozt. A dobozban ugye ott van elvileg a telefonnak a helye, hát oda beraknak valamit, ugye a súly meglegyen, nyilván ugye átvágás a dolog értelemszerűen, tehát akkor amikor átveszed a dobozt, ugye nem gyanakodsz, egy lefóliázott fehér dobozban kapod meg az almás telefont, vagy mit tudom én milyen színű dobozban. Csak a súlyra megegyező agyaköcsög van benne. És amikor kiveszed a köcsögöt, akkor egy ideig még próbálod egy összeraknod magadba, hogy ez hát találsz a telefonálsz. Próbálod az iTunes-szel összefrissíteni. Valahol átvágtak. Hol van ebbe a 64 giga? Igen. Apám hazállított az első távirányítós tévével. A távkapcsoló nem működött, ahelyett, hogy visszavitte volna, beigzított egy hosszú seprűnyelet, azzal váltogatta a csatornákat, csak hogy a távirányítós feeling megmaradjon. Ez teljesen rendben. Anyám hazállított műanyag hústűvel. Vette, mert olcsó volt. Apám mondta neki, hogy elolvad a sütőben, te hülye. De a papa is milyen kedvesen mondja. Fater könyörtelen volt. Anyám nem hitt neki, elolvadt. Fater elég keményen fogalmazott a mamával. Igen, mert ilyenkor tudod, mi van, neki. Hogy nem árulhatnák. Mert te is azt mondtad, hogy de hát ez egy hústű. Hát ők is tudják, hogy berakom a sütőbe. Biztos, hogy nem olvad el, de elolvad. Nem ért? Nem fog elolvadni, különben nem árulnák. Berakod, elolvad. És elolvad. Ennyi. Igen. Olyat olvastam az interneten, hogy egy lagzira rendeltek több száz étkészletet webshopon. Lement a lagzi, és bepanaszolták a minőséget az áruháznak, a jogszabályok értelmében visszavették az étkészletet, szóval ingyen volt nekik, megúzták a bérlést. Ez az igazi találékonyság. Sokan játszadoznak egyébként ezzel. Szerintem amúgy nem egy korrekt dolog. Azt szerintem az ötlet zseniális. Honnan lesz étkészletünk? Hagyj, vicces, anyu. Berendeled, elmosod, visszaküldöd, megvan. Nem mondta, hogy nem találékony, aki ilyet kitalál. Mit mondott, hogy miért nem jó az étkészlet? Nem tudom, hogy a interneten ez nem kell indulni. Nagyon, nagyon szúrtak 14 a villánk. 8 nap volt, és 14 napra kitolták. Aha. Indoklás nélkül te azt visszaküldheted. Egy kis plusz bevétel, nem? Igen, megszúrt a villa. Ennyi tulajdonképpen. Igen, vagy vágott a kés. Én egy kávéfőzőt rendeltem interneten, megjött, hazavittem, bontom, a doboz rendben, belül viszont prospektusok voltak. Kávéfőzőt rendelt. A kávéfőző súlyának megfelelő mennyiségben. Ott a raktárban történhetett szerintem valami. Igen, gond nélkül rendezte a cég. Édesanyámnak az oroszok eladtak egy forrasztópákát hajsütő helyett. A fater meg hozott egy használhatatlan druzsba fűrészt stíl árban. Azért az is szép. Azért időzünk már el egy picit ennél a hajsütővas forrasztó páka cserénél. Tehát, hogy ott is, amikor még próbálkozol vele. Hát, kicsit, ilyen extrém a formája, egy picit hasonlít egy forrasztó pákára, azért kipróbálom. Azért lehet, hogy ott a mama nézte be? És elkezd világítani a kis lámpa, és érzed a... Melegszik, jó ide, jó melegszik. És akkor a pákával elkezdett becsavarni a hajad. És kezdve elkezd füstölni a mama feje, rettenetes. Egy picit megég a haj, igen. Én egy kézzel faragott dobókockát kaptam,
Már szépen indul, nem kézzel faragott dobókocka. Az első dobásnál vettük észre, hogy nincsenek rajta pöttyök. Hát ez alternatív. De mindenki gondoljon azt, amit akar. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Feri egedet látok. Tényleg, most viccezel, hogy ez még a tegnapi esti fröccsöm, de nem ez a ma reggeli pálinka. Megint nagy a baj. Tudod, hogy én legalább vállalom, tehát nem zugivás van, meg ilyenek. Ez a beszél. Ne, jaj, gyerekek, csak az egészséges. De most tényleg van ott egér, vagy most tényleg. Itt, mert hogy mondjuk engem nem félek tőlem. De itt hallom, hogy itt már kint sikítoznak. Hallottuk. Itt ültünk, mert Balázs egyszer halljuk, hogy figyelj a tegér! Volt így volt. De állítólag... Állítólag két emú, meg egy aranysakár itt ül kint a küszöbön. Így van. Meg mi van? Mi van? Tényleg? Az a emu? Ez is rész. Vagy az aranysakár. Te is be vagy rúgva? Hallod, mi a baj? Tényleg? Hozzák a feleségemet? Tényleg. Oj, de cuki! Nézd, egy aranysakár. Nézd, my gnu. Na így kezdődik minden. Ez egy kakadú. Harap az egér? Persze. Próbáld ki. Illetve nyújj be, nem? Ő mostantól kezdve az enyém. Tényleg? Igen. Iszonyatosan édes. Hazaviszem a Beninek. Fölneveled? Beninek odaadom. Nevedre veszed? Ne. Majd ő bolondozik vele. Ó, szegény. És mi lesz a neve? Sebestyén? Egér? Vagy? Nem tudom. Most akkor vedd a nevedre. Mit lehet csinálni egy ilyen egére? Hazaviszem a gyereknek. Ne. Megharapja? Nem, szerintem a nem. A Beni meg hát az egeret. Picit félek tőle, hogy... Hogy? Hát, hogy megnyomja. Mit? A Beni egy picit a hasát, és egy picit belehal az egér, vagy nem, valami. Nem, megtanítottuk neki, hogy a farkát kell annyira megfogni. Annyira sérülékenyek, már hogy az egér. Pindul, ez nagyon kis picike egérke. Torokra megy, vigyázz. Viszont egész jól mászik. Figyelj, felmászott a kuka tetejére. Leviszem a Spider-Man. Beraktuk egy ilyen kukába, egy ilyen klasszik, ilyen kis, mi ez? Fém kuka. Na és az. Felmászott az oldalán. Nagyon. Mert hogy ez ilyen hálós. Marha ügyes. Tényleg akkor sigáltatsz neki. Aha. Na, abba fog belebögleni. De nem kicsit. Az nem biztos, hogy egy természetes táplálék egy egész. Mit teszik az egér? Hát sajtot, tudod. Abban szinte biztos vagyok benne, hogy ilyen kelesztett tésztákat nem sűrűn. Úgy bedobtál nekik a kosziget, tipikusan állatkerti látogató vagy. Meglátsz, hogy állsz, és bedobsz neki valamit, kérjük amit egy... Kérjük, ne etessék a vízilóvat fél kilós kenyére. Halál stresszben van szerencsétlen. Aha. Egér, mindent szeretne, most csak enni nem. Dob be neki egy pöttyös labdát, vízilónak azt is szoktam. Hozzatok búzát. Meg egy ilyen kis kerek hordot. Bort és békességet. Hozzatok zabot. Utoljára, amikor ilyen egeret láttam, a kocsim hátsó csomagtartójában találtam meg, és az egy fél éve halott volt. Mi akkor még a lovarnába jártam. Igen, mert a Viki adott nekik a kocsit. Nem érte túl, hogy bemászott a csomagtartomba, mert hogy mindig zabot vittem a lovamnak, és ez megtalálta a zabot, bemászott szerintem, és hát utána becsuktam a csomagtartót, és mivel fél évente egyszer jártam ki a lovarnába, így hiába számított rá, hogy ő majd a következő nyitásnál kijön, nem tudott kijönni. De, mert oda bement a kocsitba, mert rájártott a zabla. Igen, és magára zárom az ajtót. És lökjétek le a padlóra le. Azt tudod, hogy tiszta fertőzés egy ilyen egér. Tehát aki megfogta, az... Annak annyi. Az igen. Az, hogy annyi. Annak annyi sajnos. Gyerekek, ez is sima mezei egér. Hát mitől lenne ez? Hogy lenne már mezei a főváros közepén? De itt van a Népliget. Ja. És az ott veszélyes. Így van. Most akkor mit csináljunk vele? Hát szerintem vigyük le a pinyóba. Biztos, hogy onnan jön. Miért sötétben megnyugszik? Szerintem az neki egy ilyen természetesebb közeg. Hát azt azért nem. De hova viszed? Maradjon még? Hát persze. Jó, hát most együtt. Most itt van vele. Mit ül a kis barátja mellett? Kapja másokat. Most én vagyok a kis barátja. Na gyere csak ide. Kész meg valami tenni. Eszi a kakaós. Eszi a kakaós. Most kész tenni. Nem. Beleharapod, de a némi undorral az arcán tovább szalad. Így van. Itt van mellettem a pultom. Maradjon itt, az én kis barátom. Nagyon kis helyes. Nagyon kis helyes, nagyon kis aranyos. Tényleg mit teszik? Szerezzünk egy teráriumot neki, és a szerkesztői szobába fölneveled. Ha egy darabszáraz kegyeret dobnánk be, akkor az elég lenne. Hiszik tejet? Adok neki tejet. Nem hiszem. Kamilla tehát? Nem, hát de mondjuk lehet, hogy egyébként még lehet, hogy még szoptatos korban van. Hát akkor, hát akkor ide vele. Akkor elmennék. Elmennék egy 5 perce vele. Vigyük ki és engedjük el. Szerintem ez egy jó ötlet. Ez nem az első. Egyik? Nekem. Ma reggel ez az első jó ötlet? Nem az egérrel kapcsolatban. Az egérrel kapcsolatos első jó ötlet. Engedjük nagyon el. Nagyon jó. Hadd menjem. Viszont bocs, Feri. Mi van? Hát azt hittük, hogy megérészek vagy. Na, látod? Illetve igen, de attól még látok. Igen. Azt hittük, megint halucinálsz, de nem. Most kivetesen nem. Aranyos. Lehet szeretni egy ilyen kis egeret. Nagyon édes. Kár, hogy ő nem szeret minket. Mi tartottunk egyet, kb. Fél évig. Macska hozta haza büszkén, vetette a lábtörlőre, és még élt. Már az egér. Ő tudja, hogy ő egér?
Nem. De biztos, hogy nem. Biztos, hogy tehát rád néz. Igen. És most tudja, hogy fogságban van. Ő tudja, hogy akire ránéz, az nem ugyanolyan, mint ahogy ő kinéz. Szerintem azt tudja, hogy mi egy ember vagyunk. Csak rohadt nagy egerek. Tehát ő azt gondolja, hogy most itt van három egér, aki fogjul ejtette? Szerintem egy állat nem tud különbséget tenni. De miért, egy ló ránéz, egy kutyára, és nem tudja, hogy az egy ló? Vagy amikor a ló nézi a kutyát, nem tudja, hogy az egy kutya? Vagy azt gondolja, hogy egy kicsi ló? Nem, azt gondolja, hogy egy más állat. Azt gondolja, hogy a természet csúfintora. De akkor az emberről is azt gondolja? Vagy tudja, hogy mi emberek vagyunk? Van ló tudata? Van egér tudata az egérnek? Tudja, hogy ő egy pici rágcsáló? Nem. Nem tud semmit? Nem. Azt talán sejt, hogy ez egy kakaós csiga, és hogy ilyet még soha nem ölt, és nem is akar. De hogy... Tehát ő nem tudja, hogy egy egér. Nem, hiszem. Nem. Nem? De minden élőlénynek neki egy nagy egér? Igen. Szerintem igen. Tehát itt három egér a stúdióban beszélget? Igen. Hát egyedül a farkunknál lehet gond. Szóval, hogy ezt nem tudja azonosítani. Hát hogy neki van akkor nagy. Ezt csak ránézéses teszt alapján tudjuk. Nézzük meg, hogy ki ez mit szól. Viszont, hogyha azt hiszi rólad, hogy egy egér vagy, akkor úgy tudnál vele kommunikálni, hogy ugyanezeket a dolgokat csinálod, amit ő. Tehát megpróbálsz felmászni a kosáron, illetve hogy belekakinsz. Ebből a második az könnyebb menne. Tehát azt gondolja, hogy milyen fajta társak vagyunk? Igen. Fura fülessel a fejünkkel ülünk egy stúdióban, beszélgetünk, és azt mondja, milyen hülye ez a három egér. Miért nem mászkálnak ők is itt bent velem? Miért jártak így? Cincog már neki egy kicsit. Cincin. Ez egy hülyeség. De miért lenne hülyeség? Hát az angolok angolul beszélnek, a franciák franciák. De senki nem hallgatott még a halak egeret cincogni. Érted? Ezek hogy hívják te? És mit mond az egér? Hát cincog, persze. Ezt mondja. Cincim, cimbora. Cincim, cimbora. Isten nyugasztalj. Cincim, cimbora. Nem cincim, cincim. Ő most azt gondolja, hogy én egy éneklő egér vagyok? Hát azt azért ebből nem gondolnám. Nem, azt inkább Krisz Rutira gondolom. Szóval, hogy ez mindig annyira érdekel, hogy ő most mit gondol. Mit gondol? Mit gondol? De érted? A szúnyog is jön téged megcsípni. A szúnyog... Láttál már szúnyogot megcsípni? Ugye nem? Hűha. Hát de egy logikus tehát, okfejtés. De gondolj bele, milyen logikus az okfejtés. Tehát ha ő azt gondolja, hogy én szúnyog vagyok, akkor ő neki a másik szúnyogot is meg kéne csípni, hiszen mégis, de akkor ugyanakkor különbséget tud tenni köztem, és egy másik szúnyog között. Én nem láttam még szúnyogot csípni. De az a méret miatt nem csíp, mert hiszen ha egy szúnyog kiszívná a szúnyogból a vért, a másik szúnyog érted ott esetben. De miért nem csíp, ha a meleg vérre megy a szúnyog. A meleg vérre megy, következésképpen így van. A szúnyogok hűtik a vért. Ez tényleg. Na de hát nem. Megcsíp engem a szúnyog. Igen. Fölül a falra. Én megérkezem, mint... én megérkezem, mint friss szúnyog. És én miért az emberre megyek? Miért nem csípem meg az alvó falon ülő régi szúnyogot? Azért, mert hűti a vért. Érted? Az is tele van vérrel. De nem érzi a vért a másik szúnyogban. Mert ott már hideg vér van. Így van. Ugye? Mert egyébként meleg vérre megy. Meleg vérre megy, és a hideg vérre meg nem. Ennyi. Tehát te se szereted a húslevest hidegen. És a szúnyog, amikor azt nem... Ez egy nagy... Úgy, ez hát nem ezt akartam is mondani, csak... És nem szeretem a körte kompótot hidegen. Na. Vagy melegen. Az baj. Azt meg melegen nem szeretem. Tehát akkor a szúnyognak tudnia kell, hogy engem meg fog csípni. Igen. De ő szerintem csak annyit gondol, hogy kaja, kaja. De hát akkor mégis gondolkodik. Hát valamely, ilyen szinte legalábbis. Az egérke is most biztos, hogy ebben a pillanatban gondol valamire. Csak mondom, hogy itt olvasom közben az egérről az adatokat, 6 hetenként 8-10 utódot képes a világra hozni. Akkor szerintem 5 hét múlva szabaduljunk meg tőle. Igen, nem sokára akkor itt valami lesz. És utána már ők is hoznak utódot. És utána nagyon gyorsan ivarérettek lesznek, 6 hetenként 8-10 utód. Figyelj, szerintem dobjunk össze egy ivartalanítást. Eléjük ki. Egeret. Aha. De miért? Na most hát, ha ki kell herélni, akkor ő viszont nem hoz utódot egy darabot se. Gyerekek, ő az enyém. Jó. Jó? Na, szóval halott. Szegény nyomorú kis egér. Ezt még nem sejtette fél órával ezelőtt, amikor az alkesz észrevett. Mi van, ha csaj? Honnan tudom, hogy csaj-e? Fogja meg a farkát? Nézd meg, hogy van-e lúnia. De honnan tudom, hogy van egy egének nunia? Hát, hogy van neki nunia. Kukija van, vagy nunia? És ott van a kis kuki? Igen, hát persze, az egérnek is van. Tehát fogom, felemelem, és látom a kukit. Figyelj, ő neki nem ilyen rejtett kukija van, ilyen kukazsákban? Vedd ki a kosárból. Igen. Nagyon pici, finom mozdulattal így a két hátsó lábát így húz szét, és a kis ujjaddal simizsvé, ha hátradobja a fejét, becsukja a szemét, és nagyon sóhajt, akkor nunia. De rossz. Ha a farkát megfogom. Igen. Vissza tud hajolni? Visszafelé meg tud harapni? Nem, szerintem neki vagy nem. Vagy csak lóg megadást színlelve? Nem tud, annyira azért csak nem izmos kis farka, mint mondjuk visszafelé meg tud harapni? Lány egér?
Lány? Ezt most ezt honnan tudod? Hát jó, hát négyünk közül ő ért jobban. Aha. Ez a témához szerintem. Az, hogy a Viki lányegé. Teve pata, vagy mit magyarázol? Teve, teve patája van? Igen. Hát tevécske, patácska, hát maximum macska. Nincs ide az. Igen, tehát az messze van. Uh-huh. Jó, gondold el, hogy mászkálsz egy átlagos reggelen itt mint a zsákok között irodában, és egyszer csak elkap három ilyen nagyon magas ember, berak egy ilyen kis ketrecbe, és itt beszélnek rólad. Uh-huh. Tehát mit gondol erről? Hát. Mit él meg? Szörnyű lehet. Képzeld, hogy te érdekelsz a földön, elmész bevásárolni, és egyszer csak legyúl egy kéz az égből. Elmész bevásárolni, már az egér elmegy bevásárolni. Hát éli az életét, ja, hogy elmegy világos. Bevásárolni. Aha. Legyúl egy kéz az égből, felkap, és berak egy ilyen 3 kilométer magas, ilyen zárt ketrecszerű valamibe. És ott érdekelsz. Kiemelnek a többiek közül. Hát ő ugyanúgy éli a kis világát. Tehát ez mondjuk elég komoly sok lehet. Mondjuk, hogyha ilyen zsákok közül jött, de mi van, hogyha mondjuk a programigazgatók irodájából jött? Hát egy drón egér? Igen, onnan az üres irattartók közül. A kamu dossziék és... kamu könyvek világában. Abban az irodában nincsen semmi, csak az elmúlás. Na, hát ezért pont. Ott még egy egér se akar sok időt eltölteni. Nem, az olyan, mint hogy az IK-ban lenni. Igen. És most nem lehet, hogy sírnak a gyerekei valahol? Nem, mert anyu úgy ment el, ő már nem gyerek. Igen. Hát ez egy rendes nagy egér, ez egy kifejlett egér. Ti nem szoktatok arra gondolni, hogy egyébként, amikor mi így éljük az életünket, igen, és jövünk, megyünk, akkor velünk nem történik más, csak egy nagyon nagy kutya szőrén, ilyen kis milliméterben vagyunk, és amikor azt hiszük, hogy esik az eső, akkor csak fürdik a kutya? Aha. Nem. Te szoktál? És akkor földrengés van valahol a világban, nem történik más, mint hogy csak egy ilyen kis ezrednyi milliméteresek vagyunk, és a kutya megrázta magát valahol, és a mi kis mikrovilágunkban valahol földrengés van, de csak az azért történt, mert a kutya átugrott egy akadályt. Nem, én arra szoktam gondolni, hogy azért kék az égben, egy kék szemű óriásnak a szemében élünk, hogy a trollok arcából. Sosincs ilyen gondolatotok, hogy mi van az nem egész világ? Velem kávézni, mi van az egész világ egyébként, egy tevének a szőrén van? Simán és mi azt gondoljuk, hogy jövünk, megyünk, és nem vagyunk mások egyébként, mint egy teveszőrön éldegélő, kicsi kis ilyen kis mikroélő lények, akire lehet. Azt gondolják, hogy a saját világuk, saját égboltjuk van, esik az eső, de nem az eső esik, csak fürdik a teve. Uh-huh. Nem szoktatok erre gondolni? Nem csak a bolygónk, hanem az egész naprendszer egy, hogy hívják, gyakorlatilag egy üveggolyó, és űrlények golyoznak velünk, mint a Men in Black. Nem, arra, hogy egyszerűen csak azt hiszük, hogy egy saját világban élünk, de közben mi valamin éldegélünk. Tehát lehet, hogy csak élősködők vagyunk? Lehet, hogy csak élősködők vagyunk valahol, így van. És az egész világ az tulajdonképpen egy komondor kutya hátsó részében van elrejtve. Aha. És az özönvíz az meg egy nyalás a komondortól? Igen. Tisztítás. Igen, tehát jön egy ilyen özönvízszerű... Az a cunami. Igen, jön egy özönvízszerű esőzés, vagy azt mondod, hogy jön a cunami, menekülnünk el, és közben nem jön, csak a kutya bement a vízbe. És a földrengés az meg az, amikor a komondornak a gazdája elesik benne. Mert ez egy vakkomondor. Igen, a földrengés az, amikor valaki megbotlik egy vakkomondorban. És mi azt hiszük, hogy Kínába rengett a föld, de nem, csak megbotlottak egy vakkomondorban. És jól szabondul, gyógyul a feleség. Igen. Igen, és az illető a helyén marad. Igen. Tehát, hogy én nagyon sokat gondolkozom ezen. Nem szabadna ilyeneken gondolkodni? Hát szerintem de szabad. Tehát mégis tudnunk kell azt, hogy honnan jöttünk, hol vagyunk és hova tartunk. Szerintem ez egy nagyon jó gondolat. Közben előre megyünk. Ha most lenne a bumeránk, akkor megvizsgálnánk, hogy nem egy kémegér. Nem? Aha. Nem a bocsék küldték, hogy esetleg kémkedjenek. Már volt olyan harc, amikor már mindenre gondoltunk, ők is, meg mi is. Voltunk annyira paranoiásak. Ki küldött Ruláté? Vajszín. Gyerekek, csak mondom, hogy eszi a kakaós csile. Nagyon helye. Mutatóra. Tudod, mekkorára fog nőni ettől a kakaós csile? Anyám, miért küldött ilyen üzenetet, hogy Bali, jól vagy, oké, minden? Hát szerintem hallgatta az adást. Tehát neki már ismernie kéne annyira, hogy minden nap ilyeneken gondolkodom. Mama, elcsúszott valahol a gyerek. Most már mindegy, így marad. Higgyétek el, hogy egy komondoron érdekélünk, egyszer erre rá fog jönni mindenki. Hagy már inni neki, hát most megevett egy fél kilós kakaós csigát, mindjárt megfullad. Kérdezzem meg, hogy mit kér inni? Igen. És keverjek meg egy kakaót. Mit iszik az egér? Vizet? Hát nem, szerintem hogy hívják, a harmatot nyal le. Virágok leveleiről. Honnan? Itt bent hol van harmat? Igen. Mit? Hol hát van azt keresi, ez van. Az. Ezért érzi most magát nagyon rosszul. Hagyd el neki olívaolajat. Ó. Olívaolajat, egy 2 cseppet. És akkor mi lesz? Fényes lesz a szöveg? Nem, csak nem erre számít. csak nem erre számít, és ha nem iszik belőle egyet, már kizárhatunk. Most fog ráugrani a kezedre, Viki. Berakom én.
Ne helyi, hát de akkor legalább Feri. Jó, de legalább te, forduljunk már el. Ez a mondat utoljára, készíteni. Ez a mondat utoljára tegnap este hangzott el a számba. Úristen, vigyázz, fölmászott. Fölmászott az egész. Papír, ne, ebből az lesz, hogy ki fog szaladni. Batman, vissza akar menni. Neveld már föl. Én úgy megszerettem. Azért. Szerezzünk egy teráriumot neki. Nem, én nem hiszek a fogságban. Miben hiszel a szabadságban? Most kiteszed? Tudod, mi fog történni? Csak szólok, hogy 40 macska él kint az udvaron. Hát, bizony. Ahogy elengeded... Azzal meg kell vívni. Na most mi a jobb? A macskára, a kutyákra. Most mi a jobb? Meghal egy macska szájában, vagy fölneveled egy terráriumban? És boldog öregkor. Ha meghal egy macska szájában. Akkor vihetjük. Nem? Neveld már föl. Mit neveljek egy ezért? Mert honnan tudja, hogy nem fog két napból meghalni, mert már öreg. Tojás fehérjehez. Lög le a padló leint. Dulván. Na most látom a punciát. Mindig te üsz a jó oldal. Nem, most fölmászott, csak mondom, fölmászott ide egészen közelről csekkolni engem, és ahogy így kapaszkodik ugye a kis lábacskáival, ott most nekem mutatott egy pinket. El akar csábítani. Lehet, hogy meg kíván. Bedobom az ősi trükket, hát ha szabadon engednek. Úgy csinálok, mint a szeretném. Így van. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Hölgyeim és uraim! Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt. A Klassz FM-en. Van egy jelenség, amiről szeretnék egy kicsit beszélni, vagy megkérdezni benneteket. De légköri jelenség? Hogy mi a véleményetek, igen, a stratoszférában zajlik. Lapozgatom ezeket a heti bulvár magazinokat. És van egy dolog, amit nem tudok hova tenni, de közben meg ugyanakkor értem, de furcsának, vagy érdekesnek találom. Vannak ezek a két-három oldalas cikkek, amikor is hírességek elmennek wellness hotelekbe. Uh-huh. Meg van? Meg. És leírják a cikkben, hogy melyik wellness hotelben mulatta az időt az a celeb pár, akik egyébként nem valószínű, hogy rászorulnának arra, hogy kifizessenek neki két éjszakára mondjuk 60 000 forintot. És ugye miről szól ez a cikk? Ez arról szól, hogy ha te ezt bevállalod, akkor ez egy barter a celeb és az újság között, vagyis az újság kifizeti neked, vagy pedig barterról megkapja, ugye? Látszólag úgy tűnik, mint hogy arról szól, hogy ők mennyire szeretik egymást. Hát arról de szerethetik is egymást, hát én nem vitatom. Pont ez a jó benne. Ne csak ebben a wellness hotelben szerethetik egymást. Csak ebben így van a kettő sugarú hidromasszás kádban. Ezzel már azt is tudhatod, hogy az is van a wellness. Rájöttem, hogy ezekben a típusú újságokban én ezeket a cikkeket szerettem a legjobban. Ugye... ez vagy családi album, vagy bármi más alatt jelenik meg, arról szól, hogy a hotel felajánl ennek az újságnak egy elfogyasztható keretet, és azt mondja, hogy egy hónapban 4 hétvége van, arra 4 hétvégére 4 különböző családot ide küldhetsz ingyen, jelenjen meg az újságban, hogy melyik hotelben nyaralt az a család, hotel is jól jár, az újság is jól jár, senki nem fizet senkire. Celeb is jól és jár. A celeb is jól jár, mert megsporol magának mondjuk 50 000 vagy 60 000 forintot. Hát lehet, hogy ezek drágább hotelek, és lehet, hogy teljes ellátás. Aha, van. Teljes plusz ellátás, all inclusive, plusz 100. Van egy masszázs, mondjuk 80 000 vagy 100 000 forintot. Általában olyan emberek veszik ezt igénybe, akik azért ugye közszereplők, és ez bőven megengedhetik maguknak, de hát azért egy ekkora összeget megsporol, nincs ezzel baj. És elmennek, és cserébe az újság azt kéri, hogy intim pillanatokban hat fotózhassa le őket. És most 3 hete ráálltam erre a rovatra, régen is nagyon szerettem, én nem hiszitek el, hogy... Jó is ez. Jó, hát ez egy persze, hát ez egy üzlet, egy én azt gondolom, hogy korrekt üzletről van szó, hogy ha már úgyis lefegyelitek egymás köldökéből a száraz tankpesgőt valahol valami medence partján, akkor miért ne lenne, vagy lehetne az a medence, a mi medencénk, a mi wellness részlegünk. Na, miért ne? Ennyi mondjuk tankpesgőről nincs szó, a medence vizét lefegyeli most. A múltkor láttam... Csajó, de azt tele van mindenféle magnéziumokkal, meg hát... Két közszereplőről egy ilyen rovatot, és komolyan mondom, ezt nézem, zseniális, hogy ők is lementek egy hotelbe, megjelent, hogy melyik hotel, és fölvették ezt a minden szállodában megtalálható egyenköntöst. Ugye ez ebben ember ebbe lemegy wellness, de nem biztos, hogy egy bulvárlabban így akarod magad viszont látni. Mindenki igen. Fölveszi ezt a köntöst, én is fölveszem ti is, tehát az ember lemegy fürdik a gyereke. A szálloda logójával. A szálloda logójával, de ezzel nincs baj, ez egy jó szolgáltatás egyébként a hotelben, hogy te bemész, magadra veszed ezt a köntöst, nem kell levinni. Én nem veszem fel soha, mert nem látszódok ki alól. Igen, eltűnsz a köntösben. Fölmászatták őket egy fára.
Hú. Fölmászották őket egy fára. Akkor az minimum 6 hétvég is díl volt. A férfi ült fölül a fán, fehér köntösben, tehát még csak nem is játszóruhában. A nő ült a fán, az ágra ráborulva a férfi ölében. És a képelérás valami olyan volt, hogy mindketten szeretik a veszélyes helyzeteket, ezért még egy fára is fölmászták. És ülnek mind a ketten egy fán, fehér köntös. A veszélyes helyzet alatt mit kell érteni, hogy a botanikus kertnek az őre oda megy és leveri őket a bottal? De az megvan, hogy azért, hogy spóroljál 50 ezer forintot egyébként, azt mondják, hogy Józsikám, megint Józsit mondok, bocsánat. Semmi baj, majd Józsika, az Zoli bajom. Béla? Nem, jó legyen. Noel? Most mi a bajod a Noelekkel? Hello. Jó, nem akarom mindig a sztereotípusokat. Noel, légy szíves, másszál föl a de köntösbe, légy szíves. Kifizettük neked, másszál föl arra a fára. Jó. De van, itt van velem a terhes feleség. Mondd meg a terhes feleség, hogy ő is másszon föl arra a fára. Felügyetlenkedik magukat arra a fára. Látszik rajtuk, hogy rohadtul nem természetes, hogy egy fának az ágán kell ülni a fehér szállodai köntösben. És azt mondja, csinálunk itt rólatok egy fotót, szegények még nem tudják, hogy mi lesz a kép aláírás. Mindketten szeretik a veszélyes helyzeteket, de szerelmük a fa tetején is kioldhatatlan. Vagy valami... Én azt szeretném kérni ezektől a bulvár újságoktól, hogyha lehet, én elmennék kép aláírónak. Én feliratbűnözést csinálnék. Ah. Tehát én lennék maga a megtestesült feliratbűnöző. De kreatív is lennél. Én ezt imádnám. Adják oda... a szökök útba. Adják oda a képet. Hát az, hogy fehér köntösben ugye a szálloda logója alatt fotózkodni, szerintem ilyen típusú közszereplőnek semmi szükség rá. Családbarát szállodát választottak. Egy nagyon barátságos kép aláírás egyébként. A másik kép aláírás. A soft all-inclusive ellátás még teljesebbé tette a feltöltődést a család számára. Itt a reklám elhagyatva, látod? Érted ezt? Míg a gyerekek rajzoltak, XY-ék nem mondom, a boldogságukra kocintottak. Aha. Egy ágyon fekszenek úgy egyébként, hogy a fehér köntös alól a közszereplőnknek egy picit kilóg a köldöke és a szőrös hasa. Miközben a gyerekek játszottak, édesapjuk forró láva kőszállította a heri. Érted? És komolyan mondom, nincs azzal bajom, hogy valaki ilyet igénybe vesz. Még azzal se, hogy bartereznek. Nem teljesen értem, mert ezek a közszereplők általában azért elég jól keresnek, persze meg tudsz ennyit fogni, de hogy közben olyan pillanatokat adsz ki magadról, tehát akarod te látni a kibugyanó hasadat egyébként egy fehér köntösben egy szállodai ágyon? Nem? Nem, nem. Hogy miért van erre szükség? Most hülye vagyok, hogy én ezen gondolkozom, de felirat bűnözése, én nagyon-nagyon klassz dolgokat tudnék beleírni. Én lennék a magyar felirat bűnöző. De csodálkozunk rajta, hogy ilyen jól érezték magukat, 2012-ben az évvel leszállod a díja, és kitüntették a modell. Tudod. Igen. Nemzetközi nagydíjas séfünk által felszolgált. És tényleg hát a kép aláírások, tehát hogy az valami elképesztő. Hány oldalt kapsz? Hármat általában ilyenkor? Egy percre sem engedték el egymás kezét a mesé, és egerszaló kiszállt. hogy én értem, meg te az egészen semmi baj, de hogy és ettől még a nyilván a szállod az jó? Tök jó a szálloda, persze. Csak hogy legalább akkor vennének már valamilyen más cuccot, mert hogy egyébként meg látszik, hogy ott van a logos, hímzett köntös alatt, ott van egy rövid nadrág, ott van egy póló, tudod. És olyan, igen, láttam a múltkor, tényleg ez jó is, hogy mondod, láttam a múltkor egy olyan képet, hogy bemászatták őket a francia ágyba. Igen. De látszott, hogy a fotókedvéért másztak be a francia ágyba, utcai ruhába beültek a francia ágyba, fölhúzták olyan abban a cuccban voltak a kis állatsimogatóval. Fölhúzták nyakig a pulóvert, és azt látott, hogy két közszereplő ül egy szállodában, nyakig fölhúzott ilyen paplannal, de látszik, hogy mert valami kilógott, már majdnem a cipőben feküdtek egyébként az ágyban. Sejem ágy, nem, minden gyönyörű, és valami olyan bagatel képaláírás, hogy a könnyen... És az előbb még a szurikátákat nézték a belső udvaron. Sírtam, hogy ezekre rámegyek. Nem lehetne... A fotós előtt nem vetkőzöl. Az igaz. Fotós előtt nem vetkőzöl. De mondd már elegen felé, hogy melyik az inti pillanat az életetekben, amikor mind a ketten bementetek fürdőruhában a dzsakuciba. Nem van a szobátokban. Érted? Igen. Zseniális. Én ezekre a rovatokra mentem. Ez miről szól egyébként? Hogy ingyen hétvégéről és a megjelenés. A ingyen hétvége plusz megjelenés, tehát a kellemeset a hasznossal. Nem? Így van, mind a kettő benne van. Azért kérdeztem, hogy hány oldalt kapnak. Ugye három oldalasabb volt, amit az előbb mutattál. Most azt egyébként mivel tudod generálni? Csak botránnyal.
Tehát ha valami botrányban vagy benne, akkor kapsz három oldalt egy bulvárlapban. Hát akkor... És meg megkapod a három oldalt, megmutatod magad, ott vagy a köztudatban. És ingyen van? És ingyen van, nem kellett az újságnak se fizetned. De miért ne lehetne a kettőt együtt? Tehát, hogy jól is érezték magukat, meg botrány is volt, hogy a Mersei Egerszalóki szálloda dzsakudziába belehányt. De miért nincsenek őszinte kép aláírások? De... Pali ebben a Mesés Egerszalóki szállodában még soha nem evett ennyi szart. És egy ilyen fincsor. De most komolyan, nem? Ilyen szörnyűt még soha nem reggelizett. De valami nyilván nem ahol erről szól, mert közben ahol... De hogy egy nyers keresetlen őszintességgel. Igen, tehát hagyjanak, hogy ez se, hogy... Ez Balázs, mondd nyugodtan. De legyen az, hogy Viki és Bali miután elfogyasztották a fantasztikus reggelit az Egerszalóki szállodában, hangos ordításukkal zavarták. Igen. Meg veszekedésükkel a szállodában. Igen, hogy kicsit rond, annyira gicses már ez az egész négy oldal, hogy legalább egy őszinte felirat. Igen, hogy ez se pezsgő fürdő, hanem a sólet füstölt babbal eredménye, ez a sok rohadt buborék, ebben a mesések. De nem lenne őszintébb, az egészen nem az, hogy de jó, végre valaki ezt kicsit fölvállalja, végre valaki egy kicsit őszinte, nem? És nem arról van szó, hogy az a család, vagy az a két ember az adott pillanatban nem szereti egymást, tehát én nem ezt mondom, csak ez mindig olyan fura. Nyolcszorban éreztük magunkat, de ingyen volt. Köszönjük hát szépen ennek a bükkfürdői szállodának, sose voltunk még ilyen helyen, mert ingyen is volt, gyerekek, be is írtunk a panaszkönyvbe. De legalább 60 zsebben maradt. Na, hát kell lennél több? Ja, ha ilyen egy svéd, aztán nem megyek Skandináv országba több. Igen. Szóval, hogy ezt így egyszerűen nem értem. Nem megyünk el egy ilyenre hárman? Tényleg. Nem vállalunk be úgy, az, hogy nem hozná le az újság. Ja, tehát, hogy így fekszünk három egymás mellett álló ágyon, megcsináljuk ennek a karikatúrát. Az a bajom, hogy akkor úgy kellene állítani az ágyakat, mert egyszerre nem tud összeérni a tekintetünk mind a hármunkénak. Tehát, hogy akkor úgy kellene megcsinálni, hogy ilyen csillag alakba beállítani az ágyakat, hogy mindannyian tudja, mert általában ez így szokott lenni, biztosan láthatok, amikor egy pár megy el masszíroztatni, ilyen páros masszíroztatás, mindig nézik egymást közben. Nézik egymást közben. A képaláírás forró szerelmükön a lávaköves masszázs se hűtötte ki, tudod, vagy mit tudom én, a forró szerelmüket a hideglábas fürdő se tudta kihűteni, és mindig van valami olyan bagatel képaláírás, ami egyszerűen, és nézik egymást szembe. Miközben Ferencről a felesleges olajat itatták fel, 100%-os itt tudom én, mivel pamut törölközővel, addig a Balázs a lámaszázson esett túl, miközben Janinak a karvai körmeit távolították. Igen. Nézzük meg, hogy néznek ki ez mondjuk úgy, hogy mi szerelmesek vagyunk egymásban. Ó, nem állom. Tehát ülünk egy asztalnál hárman. Igen? Feri, a jófogások kedvelője szívesen kínálta meg Balást, és etette a villájába. Igen. És ebben a pillanatban te ilyen finoman felszúrult májpás... Janinak ekkor már a kamillás beöntésen járt az esze. Te egy finoman felszúrult... Amit Janina fogadta. Amit a csodás Wellness Hotel. Igen. Jani nagyon ad a higiéniára. Ebben a szállodában lehetőség van kamillás beöntés, és azt látjuk itt egy gyertyaállásban, egy infúzió állvány mellett. A vacsora után már éppen beöntetsz magadnak. Jani hát valósággal labjává vált a súlyfürdő. És én eltorzult arccal ki lenni gyújtva. Balást és Ferit a kedvenc meglepetésük várta a szobában. Egy frissen hűtött eperkoktél. És ülünk félmeztelenül, és éppen eltetsz egy finom, friss eperke helyen. Igen, jó fejek vagyunk, megcsináljuk ezeket a formát a Facebookra. Csináljuk már meg ezt, mert mondom, én ezekben az újságokban én már ezt keresem. Kinek maradt 60 ezer a zsebébe, ki ment el barterezni, és mit vállalt be azért, hogy 60 ezer a zsebébe maradjon? Nem? Hangsúlyozom, olyan emberekről van szó, akik egyébként ezt bőven megengedhetik maguknak. Nem? Teljesen jó. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy fogjuk meg, adunk is, meg is fogjuk. Jó, van ingyen volt, adunk négy fotót, azt nincs ezzel. És még lehet úgy is csinálni egyébként, mert nézem, hogy van különbség pár és pár között. Tehát van, aki nagyon diszkréten azt mondja, hogy gyerekek, kettő darab fotót adok. Nincs félmeztelen. Semmi nincs, kettő darab fotó. Nem fekszem be félig ruhában, ráhúzva a köntöst, a cipőt, majd vágjátok le, mert ne látszódjon, játszom el, hogy pezsgőt iszom, hanem nagyon diszkrét. Nagyon jó. Ez nekem de hogy ennek az ellenkezőjét megcsinálni. Így nem? Van. De ez teljesen jó. Balázs, Feri és Jani természetesen a nászutas lakosztályt kapta meg, és külön kérésre az esetleges balesetek elkerülése véget barna lepedőt is kapta. Igen.
Balázs és Feri bájos mosolyjal, vidáman hancúrozott a francia ágyon. És egy ilyen kis paplanó, csak a szemünk párna csatáznánk, vidáman félmeztelenül, te szigorúan a szálloda köntösébe. Miközben Jani bent a fürdőszobában örült a meleg víznek. Sajnos úgy lennénk megfotózva miketten a párnacsatában, hogy te a háttérben, igen, a nyitott ajtónál. Igen, te ott nagyon, nagyon csapatod magad zuhanyja, iszletesen mi meg ilyen nagyon vidában párnacsatázunk, nyilván szigorúan az Eger Szalóki Hotel köntösében. Mindig vagy egy logó alatt, tehát mindig megjelenje, hogy éppen hol vagyunk, vagy egy bükkfürdői szálloda logója alatt. Tehát hol tolod a gyereket babakocsival éppen, amikor lefotóznak, hanem a hatalmas nagy logó alatt, ahol mész az egyébként fehér köntösben szaunázni. Miközben nem tudnak tőled beállni a parkolóban. Igen. És mondom, én is használom ezeket a köntösöket, meg ti is, mindenki megy a család a szalon. Nem, mert még egyszer nem volt helyes méret. Jó, hát de használd a gyerekköntös. Most már a legtöbb szállodában úgy, hogy van két felnőtt köntös, meg van, ha tudják, hogy gyerekkel, akkor beraknak egy gyerekköntöst. Hát add a virágra a felnőtt köntös, nem használd a gyerekköntös. Nem, hogy félbehajtok egy török között, és így kivágom a tetejét, és poncsóként használom. Tiéd egy hallgató, azt nem lehet, hogy nem megyünk el, csak elkérik a benzinpénzt. Egyébként ez ilyenkor mi van ilyenkor, a sztárok kapnak benzinpénzt is? Tehát ilyenkor azt mondják, hogy ó, jó, lemegyek, úti 60, költség, de még egy úti költséget is utaljátok. Hát szerintem még van, aki azt is elkéri. Plusz, az omban nem még fölhívnám egyébként, hogy erről mondjam valami. Igen, ha nagyon okos vagy, akkor még az elmaradt haknidat is kifizetted, hiszen maguknál vagyok egy hétvégét, nem tudok vállalni munkát. Így van. Ha? Így van. Még azt is ki lehetne fizetni. Azért nem mondjátok, hogy nem lenne egy ilyen, hogy Feri és Balázs nagyon szereti a hancúrt, a medencében is szívesen dobálták Janit. És nagyon mosolyogva éppen dobálunk, hiszen a szállodában több medencét is kipróbáltak. Tudod? Ja, és mindig ott lenne a promószöveg, hiszen a szálloda sok medencéje közül választhattak. Igen. Természetesen a legnagyobbat az választották. Az óriás csúszda aljában Janit Feri várta, hogy nehogy megüsse magát a vízben. Számos szórakozási lehetőség közül a fiúkat az óriás csúszdát is kipróbálták. Így van, Jani nagyon szerette a vizet. Egy ilyet egyébként meg lehetne csinálni. És miközben a szponzorautót megtankolták, még egy közös futóra is futott a Jockey Ewing-ai. Na vajon hol? Igen. Ha, bőven meg lehetne ezt csinálni. Na mindegy, én a másik nagyon, amit nagyon szeretek, az nem ennyire vicces, az ingyenvetítés. Az még egy zseniális dolog. Ingyenvetítés. Amikor ingyen mozi vetítés van. Ja, igen. Hogy ott mi? Mozi jegy? Hát, VIP-terem, hogy hívják? Nincs VIP-terem? Ott nem, az nagy termes általában, és akkor úgy van, hogy mondjuk a újság hirdeti meg, akkor ott még vannak nyertesek, tehát olvasók is, na, ki meg a család. Tud mesélni? Azért, mert nem engedem el a gyerekeimet a feleségemmel, ja, igen, hiszen hívtak ilyen bennünket, nem azért. Te volt, én nem tudtam, hol volt. Mondom, hogy nem szeretek ide menni, én sose voltam, de mondtam a BK-nak is, hogy én meg tudom venni a jegyet neki. De nem tökre értem, hogy ez arról szól, hogy ugye egy csomó ilyen gyerekfilmvetítést látok, hogy elmennek a sztárok, én nem tudom, hogy miért van arra szükség, hogy mondjuk a gyereket állandóan fotózzák. Szerintem nem biztos, hogy ez jó, de ez mindenki az enyéni döntése. De hát itt mondjuk eddig egy 70 ezeres dologról beszéltünk, de hát azért mondjuk két felnőtt, meg egy gyerek mozi egy, az mondjuk mindennel együtt dupla nachos, nem tudom, ajánlani, az mondjuk egy 6000 forint. Mert azokat a rovatokat is nézem, nagyon szeretem. De hát akkor mi a plusz? Tehát, hogy akkor legyen már valami, tényleg valami tartalma az egészben. Van. Ne, az újság, valószínűleg megjelenés. A megjelenés nem elég. Igen. Akkor legyen már valami, mit tudom én, Mozi Zseb Aleska Diamonddal. És vagy valami gyerek plusz a másik jutatás. Oldalon ül. Igen, a gyerek pedig a másik oldalon. Na, nézd a filmet, kicsim. Igen. Na mindegy, jó. Nem csinál, nem megyünk el? De, menjünk, de akkor csak saját Facebookunkra, vagy eladjuk valakinek, mert akkor az újságnak még el tudjuk adni. Hogy még azon is keresünk? Hát persze. Tehát lebarterezi az újság a szállodával, és mi még barterezzük? Igen, mi lebarterezzük a szállodával. És megyünk a valamelyikhez. Az a baj, hogy akkor pont azt fogjuk, amit mi nem akarunk, hogy fehér köntösben látjuk, mert akkor az csak így. Csak így tudod megcsinálni, hogy fehér köntösben fekszel a francia ágyon, és tényleg friss szőlőszemeket dobálsz a számból. Jó, de legyen megegyezés, hogy mi írhatjuk meg a képre aláírásokat. De akkor legyünk egy család? Tehát legyünk úgy egy család, hogy te, apa mama, és Janit leviszünk gyereknek. Egyébként rakunk rád karúszót, és dobálunk. Tehát legyen egy ilyen klasszik család. És legyen, a Rákóczi család elfogadta a bükkfürdői XY szálloda meghívását, és eltöltöttek egy vidám hétvégét, nem tudom, a luxus apartmanban. Én dobállak, te meg kint fekszel koktéllal a kezedben egy nyugágyon. Igen. És masszírozzák a lábad. Igen. Miközben a szülők ott ejtőztek a közelbe, hogy mit tudom, hogy masszíroztattak addig a kis Jani. Lehet, a gyerek medencében.
kipróbálta a mászófalat. Így van, de akkor legyen dráma benne, az apuka, aki én vagyok, ahogy észrevette, hogy a kis Jani bajban van, bevetette magát utána a medencébe, és az így lenne van, lekapva, még mielőtt az félelmében belekakálta. Igen. Hál' Isten a szállodai alkalmazottai nem vették észre, hogy a kicsi Jani csintalanul örült, hogy lekerült róla a pelenka. Feri azonban résem volt. Igen. Hol vagy apu, kiáltott fel a kis Jani, és tévedésből anyukájához Balázshoz szaladt. Az összezavarodott kis gyermek. Igen. Írja Anna, hogy már van egy szállodás, aki meghívott minket. Igen, már ott voltam. Hát sok ilyet magunknak egyébként. Én pont ott voltam ebben a szállodában, amikor ők is ott voltak. Igen, nem akartál beugrani az egyik képre. Itt vagyok, nem tudtam, hogy ők önpromóciós jelleggel tolják a hétvégét. Találkoztunk. Te azt hittad, hogy annyira mennek, hogy mindenhol a fotossal menni? Fura volt, hogy mindig a ló három napig bármikor mennem a logó alatt áldogált. Igen. Azt hittad, hogy miattad van. Jaj, légy, srácok, itt ne, de tényleg, hogy Balázs kiállnál a képből. Nem. Figyelem, figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Érdekes dolog történt egy kanadai vonaton. Ez egy meglehetősen bizarr eset. Egy szemfüles utas egyébként levideózta a dolgot, mert hogy nyersen felfalt egy döglött madarat egy nő. Ráadásul egy kanadai vonaton, ahol azt gondolná az ember, hogy talán kulturáltabban zajlanak az események, de nem. Ő ezt úgy fogyasztotta el, egyébként itt van a videó, feltesszük majd a Facebookra, hogy ezt ő meg is kopasztotta. Gumicsizmában van, pucolja a madarat, és a végén megeszi. Nyertem. Ez elég erős. Ez elég erős. Uh-huh. Igen. Igen. Állandó útitás lehet, vagy ő csak így egyszer felszállt. Egyébként nem is vonat, ez egy metró. Hosszú éveken keresztül utaztam egy úriemberrel, aki egyszerűen félelmetes volt. Képzeljétek el, egy ilyen nagyon vékony, nagyon szikár, de állandóan mindig mereven, pislogás nélkül, kidület szemmel néző úriembert, akinek mind a két kezében gumi marokerősítő van. De hogy kapaszkodott? Felszállt, igen, nem kapaszkodott, támaszkodott a forgóban. Aha. Következő történt, ő mindig felszállt, hogy a Béketér magasságában, akkor végig járt a 35-ös busz, beállt a forgóba, összeszorított két ilyen karika alakú gumi expandert, és Kőbánya Kispest végáll a másik, folyamatosan tartotta, és közben a szemei ki voltak dülledve, és nem hazudok, egyszer nem pislogott, és nézett előre. Én meg a másik oldalon, tudod, mintha megbelejeztek volna, megbaboráztam volna, tudod, így által, és rettegtem, és nem mertem neki háttal állni. Ő nagyon-nagyon durva volt. A másik egyébként, ő egy emblematikus arc, ő minden a mai napig egyébként látom, csak most már nem teljes harci díszben. Egy olyan úriember, aki ilyen kerti munkákat szokott végezni a kerületben, sokszor látom talicskál a gerevjő lásóval, de az ünnepnapokon, szombat, vasárnap, illetve a május 1-ig felöltötte az ő bőrgúnyáját, ami nem bőrgúnya volt, hanem ilyen merev, fekete, csillogó PVC, saját készítésű jelvények, mindenki a pop és rock szakmából, rendesen kivágva, rendesen megcsinálva, irgalmatlan mennyiségű popszegecs, ezek is házilag fölrakva, úgy, hogy leülni nem tudott, olyan merev volt a fekete bőrnadrág, illetve nem mondom, nem is tudom, tehát, hogy ettől még PVC is lehetett felőle. Vagy egy fekete nájlózacskó. És hétvégenként ment be bulizni. Csúnyán néztél rá, megjegyzést tettél, volt olyan, hogy fiatalok hárman, négyen elkezdtek röhögni, amikor meglátták, oda ment hozzá, ő megfogta. Megfogta a nyakánál, nem tetszik valami. Milyen leszerelt Rambó. Igen, és hogy jel? És mindenkit lejátszott. És mindenkit lejátszott. Vele mind a mai napig összefutok. Neked van ilyen, Anna? Van. Hármas metróban van egy férfi. Beszáll, de most egy ide nem látom, hiányzik is, megmondom őszintén, és mindig mondja, hogy kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak, a leheltér következik. Minden megállott, de hangosan. És mindig ott áll egy adott helyen az ajtónál. Igen, ő mindig ott áll, és mondja a következő megállót. Imádom. Aha. Ő már imádom. Végig ment, vagy ő valahol leszáll? Nem, Arany János utcáig szokott. És bemondta, hogy most leszállok. Ezt nem, azt nem mondta. Arany János utca következik, ez volt az utolsó, és kiszállt. Imádom. És mindig az Arany Jánosnál szállt le, és addig mondta folyamatosan. Addig mondta folyamatosan. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak, nyugati pályaudvar következik. És senki nem akarta megrendszabályozni, nem volt egy, aki mondta, hogy ne ordíts már öreg, csak hagyták, hogy mondja? A, igen, de mosoly volt az arcokon, de látszott, hogy neki ez fontos, ez neki biztonságot ad, bekeretezi a napját, úgy elindult. Na.
A bácsinál volt egy pici. Volt, ugye, de látszott, persze, látszott rajta, de egy... kedves bolond volt. Van köztük azért egy-kettő, aki tényleg ilyen durva volt, egy bácsi annak, én tényleg ilyen tizenéves voltam, és neki látszódott egy elég erőteljes horpadás a fejében, a fáma szerint valami kettős rangadón valaki egy kicsit így, hogy hívják, labda mellé rúgott, és sikerült eltalálni a bácsit. Ő például mindig, amikor felszállt, akkor konkrétan előadott egy ilyen gólamos ilyen kis szólót, ő is szintén mindig a vége a másik utazott, és akkor hogyan, hogy imád, hogy imád, gyémád, 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 kerestem, hogy eladtam. Inkább leszedem a gyűrűket. Csak kereste a gyémántot. Kis pici bácsi, kis szatyor, teljesen normális volt abban. De nem lehet, hogy ennek az üvegtigrisnél valami beakadt? Nem, ő nem láthatta azt. Ő nem láthatta. Azelőtt ő szerintem elhunyt, de neki elég komoly horpadás volt a fejében, tehát hogy ott látszott, hogy valami súnyán eltolt lobotomia lett. Ez az a típus, lett, akitől egyébként félsz. Tehát, hogy akit se megszólítani, se megnyugtatni nem mer, se odaszólni, hogy segíthetek, bácsi, el akarsz menni onnan, nem? Mert nem tudod, hogy mit vesz elő, vagy mi van nála. És így, hogy tolt? Igen. Ugye, gyémát, gyémát, ott van a gyémát, ott van a gyémát. És mi lett volna, hogy a bemondós bácsival találkozik? Tehát ott azért azt a beszélgetést azért azt meghallgattam valahogy. Lehet érkezik, hogy gyémát, a gyémát. És ők ketten azért így vidáman elbeszélgetnek, és jön a tizedes, aki rendbe rakja őket. Igen. Jön a latex ruhás. És ők hárman úgy utaznak egy megállót, az szép. Volt egy másik is, aki nagyon, én egyébként ezért is örültem neki, hogy nálunk ugye az Üllői úton párhuzamosan futott egy busz, meg egy villamos vonal, és akkor át tudtam szállni, amikor felszállt a gyémátos bácsi, igen, ahogy hívják, a kibüllett szemű expanderes, a hétvégi rocker, meg az az úriember, aki rendszeresen közvetítette a Pártházostromát 56-ból. Jézus Mária. Ő, és én nem tudom egyébként, hogy miért, milyen gyűjtőhely lehetünk, ő mindig a busz megálló, vagy a buszvezető mellett állt, és konkrét izéket, sortüzeket vezényelt, rohamot vezényelt, rögött, de ő szórakoztató volt, tehát hogy látszott rajta, hogy olyan vidám kis emberke, és ő ott mindig elszórakoztatta a busznak a közönségét. Aztán ezek az emberek, én nem tudom, hogy mi történt. A szórakoztató jó, de aki félve bolond, már úgy, hogy félsz tőle annyira bolond, az viszont ijesztő. Hát meg vannak olyanok, akik... Gyémántos, ez magyarázd meg a gyereknek. Én azért félek nagyon a személyes kontaktustól, mert barátok leszünk hamar. volt egy ilyen srác, szintén mindig ott nálogat nálunk, a Nagyenyi utca megállójában, és vele beszélgettünk sokszor, és akkor mindig itt persze húztuk ki tizenévesen, és akkor, hogy és csajozol, igen, csajozok, és a csajoknak hova tennéd szívesen? A hónalja, mert az jó szőrös a hónalja. És az a baj, hogy egyszer játszottunk így vele, akkor, amikor hárman vagytok vicces, csak amikor egyedül beállsz a megállóba, akkor oda megy hozzá, és barátkozik. Igen, és az barátkozzá már vele 25 percen keresztül. Tudom, ha egyszer kedvesen szólsz hozzá, meglátja akkor benned a fényt. Igen. Odajön, és igen, azt hiszi, hogy társak vagytok. Uh-huh. Igen. És sajátok, utána elválasztatatlanok lesz. Ugye eszembe jutott egyébként, hogy aki a Pártház ostromát közvetítette minden alkalommal, ő például úgy szállt föl rendszeresen a 35-ösre, hogy jegyeket bélet! Figyelj, én nagyon sokat BKV-ztem, én ezekért szerettem BKV-zni. Tehát, hogy de ez a szórakoztató része. Mert a BKV legnagyobb része nyomasztás, de amikor felszáll egy ilyen minden reggel, és elővel te sírsz. Igen, és mindenki, abban a például mindenki pár évvel eset elkezdett kotaraszni, és ja, megint a hülye. Én ismerem, én ezeken sírtam. És nem lehetett rá haragudni, mert a csávó egyébként egy ilyen csupa mosoly, abszolút egy ilyen nagyon jó kedélyű, nagyon pozitív. De viccből csinálta. Hogy képzeld már el, hogy minden akár. Jegyeket, Béla! És így röhögött, és mindenki, na menj! Csak néhány SMS, jó? Hogy kivel utaznak minden reggel a hallgatóink? Nem hiszitek el, hogy mik vannak. Budapest szobvonalon, Kapcsolga nevű lány. Kapcsolga nevű lány. Minden reggel végigment a vonaton, és minden kapcsolót átkapcsolt. Senki nem tudta, valószínűleg ő se, hogy mit kapcsol. Nem szabadott a szemébe nézni, mert akkor odaült hozzád, és belebámult az arcodba egész úton. Azért az erős. Pécsen volt egy srác, aki mindig a végállomáson szállt fel a buszra, mindig a jobb első ülést foglalt el, ahonnan jól látta a sofőrt, és egész úton utánozta. Indexelt a megállóknál. De a kattogások? Nyitotta az ajtókat. Nyitotta az ajtókat, kormányzott és hangokat adott. Nem tudom, hogy sofőr lett-e végül. Ő nagyon szeretett volna. Imádom, de én imádom. 10.30-as IC Budapest-Miskolc, figyeld.
büfés kocsis csávó tolta a bevásárlókocsit, és nem azt kiabálta, hogy mogyoró ívólé, hanem azt, hogy hóembert guminőt. Hóembert guminőt tetoválás. Mindezt hullarészegen, minden vasárnap így volt, írja egy hallgató. Amikor suliba jártam, az 53-as buszon mindig volt egy srác, aki mondogatta a megállókat, és kritizálta a buszsofőr vezetését. Itt lassabban, itt gyorsabban, itt közelebb kell állni a megállóhoz. Ő meg már kibukott lehetett. Igen, igen. Ezt Bence írta nekünk. 4-es, 6-os villamos nyáron 30 fok. Üzletember elegáns fekete öltönyben aktatáskával a kezében, a villamos tele. Az oktogonnál várakozás, a faszi benyúl a belső zsebébe, kivesz egy sült csirkecombot csomagolás nélkül, beleharap, visszateszi, aztán mint a semmi, semmi nem történt volna, utazik tovább. Figyelj. Hát gyerekek, gyöngyszel. Aki nem felejt el soha, hogy honnan jött. Érted, mielőtt beérsz a tőzsdére, muszáj enned valami. Nem köthetsz milliárdos üzleteket azelőtt, hogy érted, bemész dolgozni. Persze. Ki tudja, hogy hogy áll a buksz. Ugyan egyszeri eset volt, de egy pasi a metrón elővett egy pakli kártyát, majd a hozzá gumizott borotvát. Leválasztotta a kártyáról, és elkezdett borotválkozni. Szárazon tükör nélkül. A végeredmény és viszont jó egész lett. Jó lett. A rutin. A legdurvább. Kisföld alatti, figyeld, egy pali minden reggel kitépett egy orr vagy fülszört, és azzal csiklandozta a száját, amitől folyamatosan rángott az arca. Úristen! Ez gusztustalan. De nem imádni való? Hát szörnyű. És akkor még jól jársz, hogy nem a te fülszörödet értek ki. Vagy nem, az övével csiklandozott téged. Vagy... az végjobb. Így van. Anyukámnak volt egy férfi munkatársa, akivel minden reggel egy megállóban várták a buszt. Amikor észrevette anyukámat, oda ment, és a vállára csapva nagyot köszön neki, szevaszmaznánk. Azóta anyám inkább busszal jár. Minden reggel találkoztak. A későbbi busszal, azért, minden reggel. Azért ebbe bele lehet fásulni. Hatodszorra vernek. Azért hatodszorra vernek hátba, ugye? A tesóm balettos kontyába a mögötte ülő bácsi egész úton a mutatóját dugdosta. Totál oda volt a hajér. Háj, megnyomom. Ja, még egyszer megnyomom. Hajácska. Jaj, de jó. Hajácska. Teljesen kiakadtam rajta, de a hugi lazán kezeli a bolondokat. De hogy tök jó. Azért, amikor beülsz valaki elé, és azt érzed, hogy mutatója állandóan megjelenik a kontyodban. Hajj csak ismerős. Hajj csak minden, minden reggel. Kicsi büfés SMS-e, zseniális. Ugyan egyszeri alkalommal történt, de jó. A nő nem túl kellemes illattal leült mellém, majd elővett a táskájából egy zacskót, amiben káposztás tészta volt. Szépen kiterítette az ölébe, és közben megkérdezte tőlem, nincs-e véletlenül nálam egy villa. Hiszen vélelem. Mikor mondtam neki, hogy sajnos nincs, megrántotta a vállát, és elkezdett kézzel lenni. Nyáron 40 fokban. Kicsi büfés írta nekünk. Egy kis káposztás tészta. Hát jó is az. Hódmezővásárhelyen van egy srác, bármikor látod, mindig van egy kedves szava hozzád, ismeri mindenki, kivágja az újsághirdetéseket, évekre visszamenőleg tud bármilyen sporteseményt. Vonat és busz menetrendeket fejből. A város gyurikája, írja egy hallgató. 50-es vilén rettenetesen kigyúl srác, mindenkibe beleköt, ömlik a mocsok a szájából, szidja a túlsúlyos embereket, meg a BKV-t hangosan. Ismered? De még nem találkoztam. Nem, elkezdtél nagyon bólogatni, azt igen, hittem. Igen, igen, hát nem, hogy nem csodálkozom rajta, hogy ez is nálunk. Emlékszel egyiket középiskolás koromban volt mindig egy ilyen nagy darab srác, ő metron utazott, ő semmit nem csinál gyakorlatilag, télen-nyáron zokni, szandál, szatyor, és semmi más nem csinál, csak nézett és mosolygott. És ilyen nagy darab, pocakos, ez a kicsit ilyen egerek és emberek típusú ilyen, hogy hívják, kicsit látod rajta, hogy valami nem stimmel, ő semmi más nem csinál, csak állt és így nézett, és mosolygott, és így finoman bólogatott. És nem tudod, hogy mit akar. Igen, és hogy úristen, vajon meddig maradok életben? Talán a leheli. Mi van a 18. kerület? Én nem tudom, mi történik, de minden ott történik. Mi van ott? A pécsi buszsofőrt más is elküldte, ugyanaz a srác szerintem. Egy srác, aki a buszokon mindig a lehető legközelebb ült a sofőr fülkéhez, szerintem ez ugyanaz. Aztán csapatta a Verdát, ez ugyanaz, kormányzott a levegőbe, váltott, nyomkodta az ülések hátát, intett a szembe jövő sofőr. Istenem, szegény. És hát szegény szülők azért nem egy egyszerű élethelyzet. De ő lehet, hogy így boldog. Hát ő azért, az már az erősen bette kategória. Tehát meg intesz a szembe, hogy nyomkodod az ülés hátát, utánzod a sofőrt. Finom. Ott de azért, ő nem érzi. Hát ő nem, jó. Nyilván, persze. Azért mondom, hogy szegény szülők inkább. Sopron-Budapest autóbusz vonalon kb. 4 óra, Győrben felszállt egy kicsi ápolatlan öregasszony, aki egészen Pestig untatott az élettörténetével, közben hangosan felnevetett néha a semmin. Ha megpróbáltam a alvást szimulálni, addig bögdösött,
amíg fel nem ébresztett. Amennyiben érdeklődés hiányát érezte, megtalálta magának a mellette lévő sorban ülő utast, Győrbe érve állandó szorongás fogott el, hogy vajon felszáll-e. Ez odáig fajult, hogy a Győrben leszálló utastársamnak könyörögtem, hogy utazzon velem Pestig, nehogy a Mammer leüljön mellém. Jézus. Nem kívánok senkinek ilyen élményt. Ez Tóbi küldte nekem. Hát ez szörnyű nyomasztó tud lenni. Guszti bácsit én is ismerem, nekem van egy ruhajavítóm, ide tért be. Tudnak-e cipzár cserélni a bőrnadrágjába? Igen, akkor odaadhatom, és elkezdte levenni magát. Figyelj, Guszti bácsi, kifejezetten jó az, csak nem szabad megjegyzéseket tenni a PVC cuccára. Egyébként tényleg jó az. Minden reggel írja egy hallgató, Balatonfüred, Veszprém, ez szerintem most is történik. Felszáll egy ember, leül, és zseblámpával világítva nézi a lottó szelvényeit. Ez megy minden reggel, írja egy hallgató. Szolonkon egy fura bácsi mindig kézi kocsit tolt, fantasztikusan fütyült, de néha csak úgy ráordított az utasokra random. Fütyösnek hívtuk. Azért sok a beteg, nem? Szóval azért ez dermesztő. Jaj, nagyon szerettem ezeket a történeteket. Milyen lenne egyszer őket összegyűjteni egy hetes buszra, de az összeset. Az összeset is egy járaton elindítani. Egy járaton elindítani. Mint a Fegyenc járat a Konerben, tudod. Csak a szélsőségesek utaztak. Mindenki rajta lenne. A legdurvábbak Rács mögött. Nehogy kiszabaduljanak. Csak még egy SMS. Pécs-Budapest vonalon felszáll egy család. Egészen jól szituáltak. Az utazás felénél anyuka előkap egy nutellás üveget, egy kiló kenyeret, és elfogyasztották kész. Debrecenben egy pasi a villamoson a kapaszkodót nyalogatta. Nem bírom abba bajni. Távolsági buszon egyszer mellém ült egy ismeretlen lány. Én zenét hallgattam, aludtam. Két órás utazás után a lány felpattant, és gúnyosan, kicsit hisztérikus állapotban jót beszélgettünk. Ti pasik, mind ilyenek vagytok, majd leszállt. Ez lelecsesz. Az egész busz engem volt, igen. Igen. Á, gyerekek, én imádom. Imádom őket. Figyelem, figyelem. Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Here we go. Hölgyeim és uraim. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM. Hogy van ez a alkohol vagy borlopás? Erről kicsit beszéljünk már, mert szerintem ez nagyon megosztja a hallgatókat, meg a közvéleményt, ugye, hogy ott az történt, hogy folyamatosan lopták tőle a bort, nem? Így van. Ő egy Váczenszen Lászlói gazda volt, aki gyakorlatilag újra és újra áldozatul esett ezeken a környékbeli 60 liternél tartottak, ha jól tudom én az adatot. Tehát 60 litert loptak el tőle. Uh-huh. Így van, nehéz munkával megtermelt, saját szőlő, mindent csinált, és ott volt a kis barocska, és erre jártak rá azok, akik most rosszul jártak. Egy nagyon jó, rosszul járt egy a többi nagyon, igen. Mit akart elérni ezzel, hogy fagyállót tett bele? Hát, büntetni akart. Büntetni akart? Büntetni akart, de nyilván nem elriasztani már, mert hogy az ez szerintem így. Ugye azt mondta, hogy az rendőrségen ő nagyon sok feljelentést tett, de hogy nem jártak eredménnyel, nem tudták elkapni a tolvajokat, és ezért saját kezébe vette az igazságszolgáltatást. És fagyállót tett bele. Aha. Ideges leszel egy idő után nyilván, tehát főleg, ha igaz a hír azon része, hogy ő nagyon sok feljelentést tett. Ugye én, ezekben az esetekben én mindig azt szoktam mondani, hogy nincs nagyon jogod ilyenfajta revansot venni ezekért a dolgokért, mert nem összemérhető a borlopás az ember élet kioltásával. De ha mondjuk ez a gazda 15-ször volt a rendőrségen, 15-ször elmondta, hogy gyerekek, elviszik a bort, és most mindegy, hogy mit visznek el, hogy a bort, az uborkát, a krumplit, a festményt a falról. A tiedet. Igen, a te borodat viszik el, akkor szerintem jogos az idegessége, és úgy, hogy a rendőrség meg tehetetlen volt az ügyben, mert ugye nekik viszont vagy rajta kell kapni az elkövetőt, vagy olyan nyomokkal kell rendelkezni, ami alapján ezt ki lehet deríteni. Tehát ideig a felháborodást én meg is értem, az eszköz az megint durva volt, amit választott ez az ember. Mert ezt nem lehet kiszámolni, hogy te mennyit, tehát ahhoz szerintem vegyészmérnöknek kell lenni, hogy azt mondom, hogy 60 liter borba, 1 liter
Ilyen nincs, hogy ez nem ez a lényeg, ugye, hogy nem lehet kiszámolni, nem keversz a borodba fagyálót. Tehát, hogy ez elég nehéz megmagyarázni, hogy milyen okból teszel ilyesmit, ezt nem lehet megmagyarázni. Tehát jog szerint ezeket a veszélyes, az emberi élet kioltása és alkalmas a folyadékokat, vegyenjogokat is a jog szerint külön kell tárolnod, felcímkézni, még otthon is. Persze, nyilván ezt ő teljesen direkt tette belé. Nem erről beszélek, szerintem azért egy kicsit ennél ez árnyaltabb ez a dolog, mielőtt mindenki azt mondja, hogy na most vesszen az öreg embertölt, és ilyet nem lehet. Féletlenül se ezt mondtuk, mondjuk. Nem, hát vesszen az öreg, csak hát nem ez az útja, módja annak, hogy megbüntesél tolvajokat. De mit csinálsz? Tehát milyen eszköz van a kezedben akkor, ha tőled folyamatosan lopnak, komoly anyagi károkat okoznak neked, te azzal dolgoztál, én most nem akarok sehova állni, és az, hogy én kérdéseket teszek föl, az soha nem az én állásfoglalásomat jelenti. Egyszerűen csak érdekel a véleményetek morális szempontból, hogy folyamatosan lopnak tőled, bejárkálnak, meglopnak, idegenek vannak a házadban, kiröhögnek, te azzal dolgoztál, neked az pénzbe kerül, anyagilag ráfordítottál egy csomó dolgot. Valamitől elvetted a pénzt, és valamiből beletetted, hogy mondjuk megélhetésed legyen, bort termeltél, bármi. De nézzük meg, hogy az ember ezt a sajátjára fordítja úgy, hogy neked valami fontos a te lakásodban, a te otthonodban, bejárnak és folyamatosan ellopják tőlőd. Minden nap, három naponta veszel egy bringát magadnak, nem tudom, levágod a füvet, vagy elviszik a fűnyíródat ötször. Hogy mit tudsz csinálni? Én nem azt mondom, hogy ez megoldás. Csak kérdezem, hogy ha te sokszor szólsz a rendőrségen, és nem segítenek, nem kapják el őket, és folyamatosan lopnak, akkor milyen eszköz van a kezedben? Semmilyen. Na ez az, hogy ő nem biztos, hogy ölni akart, és mondom, nem védem, én csak kérdezek, mert ez a dolgom. Azt akart, hogy kicsit legyenek rosszul, mondjuk, és ne lopjanak tőle több bort, mert az az övé, azért ő dolgozott meg. Egyértelműen azt lehet mondani, hogy a bácsi hibázott? Igen. Igen? Szerintem igen. Azért a kettő között, hogy szólok a rendőrségnek, meg mondjuk beleteszem ezt a vackot a boromba, még van néhány állomás. Tehát lehet, hogy lehetett volna rácsot felszereltetni a pinceajtóra, amit nyilván persze tudom, azt is átvágják. És ráadásul lehet, hogy ezeket a dolgokat ő meg is lépte korábban. Lehet, nem tudjuk, ugye nem ismerünk minden részletet ebben a dologban, csak tehát, hogy nem mérhető a bor, 60 liter bor egy ember életével, még akkor se, ha tudjuk, hogy egy rablóról van szó. Én értem, én abszolút értem. Persze, én sem hiszem, hogy ezt megtenném. Csak ezek az emberek nem haltak volna meg, ha nem loptak volna. Ez így igaz. Nem? Igen. Emlékeztek arra az áramot vezetett az a kerítés? Igen. Ugye? Ő első fokon ugye felfüggesztett fegyházat kapott, aztán megrovásban részesítették. Aha. Tulajdonképpen, tehát enyhítették az ítéletét. Ugye ott uborkát akartak tőle lopni, és nem tudták, hogy a kert az árammal védett, és... átugrottak a kerítésen, ketten áramütő szenvedtek, a harmadik társuk pedig segítséget rohant, és a legidősebb, aki átugrott a kerítésen, 48 éves férfi, az bele is halt. Aha. Ő azt mondta, hogy ő tulajdonképpen megvédte, ami a sajátja. Ott az is egy érdekes eset, de szóljatok, ha rosszul emlékszem, ott az volt, hogy nem a külső kerítésbe vezetett áramot a bácsi, ami mondjuk utcafrontos, hanem volt egy B-kerítés, egy ilyen villanypásztor, csak ő elfelejtett, hogy a villanypásztor ma nem a sima 220-at dugjuk be, hanem igen, azért csak az a baj, hogy a jog szerint a magántulajdont csak emberi élet kioltására nem alkalmas dolgokkal védheted meg. Tehát olyasmivel nem védheted a magántulajdont, ami alkalmas arra, hogy egy másik embernek az életét elvegye. De várjál, ő nem is a külső kerítésbe vezetett áramot, amit te mondasz, hogy így van, hanem ő a belső kerítésbe. Na most akkor miről beszélünk? Tehát ő már ezt telken belül megcsinálta. Hát nem? Erről annak idején beszéltünk, és itt a Jánosnak megint igaza van, hogy a jogszabályi előírás az, hogy akkor se teheted meg, mert mi van, ha átmászik, érted, egy gyerek, aki egyébként egy almát akar ellopni, mert éhes, és akkor őt üti meg az áram, tehát akkor sem használhatsz olyat, ami belehalhat az, aki behatol a területedre. Igen, de ott sem azért valljuk őszintén, ott sem egy ilyen romantikus sztoriról volt szó. Nem. A jóra való, de egyébként kicsit azért mégiscsak vásod gyerekek bemásztak, és leszhetek egy almát, hanem rendszeresen. Na értem, csak ha mondjuk ott az volt az indok, hogy a kerítésen belül volt egy másik kerítés, tehát te már magántulajdon sértettél, bementél a külső kerítésben, nem volt áram. Aha. A belső kerítésben már igen. Ugye most itt ő megszegte azt, hogy a fagyálót hol lehet tartani, milyen körülmények között.
meg nem egyszerűen tárolta, ő belekeverte a borba, azt meg azért elég nehéz megmagyarázni. Igen, ezt nem tudod megmagyarázni. Nem találkoztam még olyan borásszal, aki azt mondaná, hogy a bornak jót tesz a fogyálló. Szóval az egy csapda volt. Mert az első védekezése az volt a gazdának, hogy ő csak tárolta a fogyállót egy boros hordóba. De aztán ugye az volt, hogy vettek ebből mintát, és kiderült, hogy az borral egyetemben van ott tárolva, ami hát se a fagyállónak, se a bornak nem tesz jót. Én ugyanakkor azt gondolom, hogyha tágítanák a védekezési lehetőséget, én azt hiszem, hogy kevesebben lopnának. Lehet, hogy durva, és ezzel sok ember nem ért egyet, de én a kerítésemen belül, a kertemen belül ások egy gödröt, és abba a gödörbe én karókat teszek. Miért nem tehetem meg? Miért nem tehetem meg, hogy én megvédjem azt, amiért én egyébként megdolgoztam? És a 10-ből 8 kerítés mögött tudják, hogy nagy, mély gödör van, hosszú, éles karókkal, akkor vagy nem fognak beugrálni. De aki nem tudja, és beugrik, és meghal. De mit csinál az én kertemen belül, Feri? Ebben igazad van. Tehát, hogy én azt mondom, akkor oké, én azt mondom, hogy én nem szeretném megvédeni a családomat, szeretném megvédeni a gyerekemet, szeretném megvédeni az életüket, szeretném megvédeni azt, amiért én megdolgoztam, és én a kerítésemen belül állok ásuk egy Marianna árkot. Aha. Nem csak semmit, csak ásuk. És ahogy átmászik a kerítésen, puff, már zuhan is bele. Aha. A kerítésemen belül szeretem a mélységet, ástam oda. Jó, 11 kilométer. Ástam oda egy 6 kilométer mély árkot. Érted, hogy mit mondok? Nem kell bemászni kerítésen belül, és akkor nem fogsz beesni a Balázs által okozott, vagy ásott, nagyon mély, már szinte a magmáig leásott, nagyon forró, mély gödörbe. Beesem én a te gödrödbe, ha én nem mászom a te telkedbe? Nem esem. Nem. A nagyszámok törvény alapján talán. Én most csak hangosan gondolkozom. Nem elítélem azt, hogy valaki embertől, elítélem azt, hogy a valaki tudatosan a másik életére tör. De sokkal elfogadóbb vagyok akkor, amikor azt mondom, hogyha valaki a sajátját védi meg, és hosszú időn keresztül alázzák meg, másznak be a magánszférájába, lopnak tőle, köpik szemen azért, hogy ő ezért megdolgozott, és ebbe pénzt tett, és a megélhetését veszélyeztetik, akkor igenis legyenek eszközök, amivel te azt meg tudod védeni. Nem? Hát igen, de... Na azért most kíváncsi, törvény, kíváncsi vagyok, azért hogy mit mondok erre. A rendőr álljon. De a rendőr nem csinált semmit, a rendőr nem tudta őket elkapni. Igen, de az ő dolga. Tehát, hogy ne tényleg ne ennek a szegény embernek legyen már a feladat az, hogy megvédje magántulajdonát nem egyszer, kétszer, ötször, tízszer, hanem évente nem tudom hányszor, hanem a rendőr igenis intézkedjen, főleg akkor, amikor köztudott ezekről az emberekről, hogy ebből élnek. Szinte mindenki tudta egyébként a településen, hogy ők voltak, ők lehettek, igen, ők azok, akik egyébként rájárnak a pincesorra, és blablabla, bla, bla, akkor menjenek ki a rendőrök hozzájuk, és zaklassák. De amikor tizedszerre loptak, meg legyetek őszinték, tizedszerre mennének be hozzátok, és tizedszerre lopnák el úgy a fűnyírótokat, vagy bármit, ami nektek fontos, úgy, hogy már konkrétan az anyagi romlás szélébe taszítanátok ezzel benneteket, és mondjuk már ott van, hogy nem tudnátok újra megvenni. És sírógörcsöt kapnátok, hogy megint elloptak egy olyan dolgot az életetekből, ami nektek baromi fontos, és amiért megdolgoztatok, és amiért hosszú órákat szenvedtetek és dolgoztatok, és tizedszerre valaki a pofádba röhög és ellopja. 11-szerre, ha csinálsz valamit, nem azt mondom, hogy áramot vezet a 11. fűnyírodba, de hogy miért nem kapnak az emberek arra lehetőséget, hogy ezzel kicsit jobban megvédjék magukat? Hát pont ezért, mert ilyenfajta dolgokat használnának az emberek. Áram 220 a kerítésbe, és fagyálló a borba. Mert érted, nincs... Ez valóban nem megoldás. A megoldás nem akarok az a menni. A megoldás az a hatékony rendőrség, de ami most ugye ebben az esetben nem működött jól, mert hogy többször jelezte már a gazda, hogy lopják a bort, nem sikerült elkapni. Ha ezt az első jelzés után elkapják ezeket az embereket, és leültetik, az az egyetlen hatékony módszer és legális módszer. Ez is hatékony volt, csak ebben meghalt egy ember, még akkor is, mondom még egyszer, okay, ha ő egy bűnöző. Kérdezek tök mást. Mondjuk, tudom, hogy az én autómat ellopták kétszer, vagy a tiéteket. Inkább a tiédet. Igen. Háromszor elloptak tőletek egy autót, és mondjuk negyedszer is készülnek ellopni tőletek egy autót, és tesztek valamit az autóba. Bármit. Egy szendvicset, egy pohár üdítőt, egy két deci, nem tudom, vízkőoldót, domestos, bármit. Mert tudod, hogy újra ellopja, esetleg megissza, megeszi. Az is bűn. Tehát akkor is, akkor is neked azt kell szem előtt tartani, hogy egyébként kétszer ellopta mondjuk ugyanaz az ember az autódat, de te harmadszóra is mondjuk
harmadszor is mondjuk ezt végig kell, hogy nézd. Mert nem legális. Volt ilyen eset egyébként, aki kétszer ellopták az autóját, és harmadszorra tett bele valamit, és aztán azt mondta, hogy a rokonoktól kapta, mérgezett alkoholt tett a kocsiba. Kétszer ellopták a kocsiját egyébként, a tolvaj hülye megitta. Aha, vagy benne felejtettem a viperámat, ja Istenem, már hogy a kígyót. Szóval én nem értek egyet a fegyvertartással, és az Amerikában van, az nem jó, hogy mindenkinek fegyvere van. De azért ott úgy mész el betörni, hogy ott számolsz azzal, hogy azért ott nagyon gyorsan előkerül egy mordá, és nagyon gyorsan segbe lőnek. És kevesebb betörés van? Ezt érdemes, lenne megnézni. Nincs. Érdemes lenne. Ott ugye alkotmányos jog az, hogy neked fegyvered lehessen, baromi könnyű fegyverhez jutni. Szerintem nincs kevesebb betörés, sőt, még azt is... Nem mész kevésbé betörni, ha tudod, hogy ott valaki egy baromi nagy mordájjal fogad meg, mert megvédi a saját magántulajdonát? Nem, jobban rákészülsz, de szerintem nem, nincs kevesebb. És ha van egy kutyám, ami mondjuk átharapja a torkát, és azt a kutyát én szabadon tartom, és a kutya elharapja a torkát, akkor megint éleszek a hibás, mert egyébként volt egy kutyám, aki a kertben megvédett és elharapta a torkát, és én mondjuk kiképeztem azt a kutyát, vagy tudtam, hogy ez egy ilyen kutya. Elharapja a torkát. Na, akkor mi van? Akkor is majd előállítanak engem, mert a kutyám egyébként megvédte az ingatlan, meg az ingóságokat, és a kertben volt, és bejött, és elharapta a torkát. Na? Ez érdekesebb. Akkor mi van? Mondjuk egy direkt erre, tehát ilyen őrzésvédésre betanított ebbe, az nem tudom, hogy egy jó betanított ebbe, azt csinál-e ilyet, de valahogy... Elviszem valahova, hát és kiképzem, van egy jó német juhászom, egy Doberman, aha, Rottweiler, nem akarom a sztereotípiákat mondani, ezek egy tök barátságos kutyák, meg bulterje, az is tök cuki, gyerekek, aha, mellett is lehet tartani, tehát ezek ilyen buta közhelyek, de van egy olyan kutyám, kiképzem. Valahol csendbe elviszem kiképezni, nem kell az senkinek tudni, nincs róla papír, bejön, átharapja a torkát, akkor mi van? És én erre képeztem ki. Akkor is majd előállítanak? Nyilván nem tudják bizonyítani. Oké, kérdezek megint mást. Hozzám sokszor betörnek. Benyomják az ajtót, mert nem jó, nincs pénzem jó nyilázáratot, mert nincs jövőn. Főrakok egy 5 literes befőttes üveget. Ajtótól 2 méterre még fölfele, magasabb elmagasság. Egy olyan partvist rakok alá, amit ha kinyílik az ajtó, kiüti a partvist, ráesik az üveg. Tessék. Alszik bent 2 gyerek a házban. A lakásban 3. 5-ször betörtek. Egy olyan környéken lakom, ahol nincs közbiztonság, ahol nem véd meg a rendőrség, tanyavilágban élek, nem tudom, nagyon sokan jönnek betörni, veszélyben érzem magam. Főrakok egy befőttes üveget, ami egyébként azzal a céllal van ott, hogyha összetörik, akkor jelezzen nekem, hogy valaki bejött a lakásba. Az a befőttes üveg mondjuk valakit adjon, mert nem tehetek föl befőttes üveget? De, föltehet. Nem tehetek föl egy teli 5 literes befőttes üveget, hogy egy jelzést kapjak egyébként, hogy vagy mondjuk üreset, mert mondjuk is rosszul esik agyonbeli. Aha. Na, szerintem bűnös vagyok? Föltehetsz, igen, mert meghalt egy ember. Ez, hogy van ennek azért a tételezése? Azért tettem föl, mert valaki 15-ször tör be hozzám, és veszélyeztetik az életemet, és nem véd meg a rendőrség. Uh-huh. Bűnös vagyok? Bűnös lesz. Hát a jog szerint igen. 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 Morális szempontból embertölök? Vagy csak megvédem, ami az enyém? Hát morális, tehát, hogy ha morális szempontból nézzük a dolgot, akkor meg persze, meg lehet érteni azt, amit tettél. Meg ráadásul nem is számolhatnál. Mert a magántulajdonodat véded meg, és nem először, mert voltak előzményei a dolognak. Meghal egy ember. Csak a jog nem a te pártadon áll. Morális szempontból. Aha. Akkor mi a különbség a befőttes üveg és a boros? És semmi az semmi, mert ha ember életkioltása alkalmas, akkor tökéletesen mindegy, hogy ez most egy 5 literes befőttes üveg, vagy pedig a borotba kevert. Tehát akkor morális szempontból megértjük ezt a bácsit? Nem, csavarjuk meg, leesett az üveg, és megöltél egy ember. Igen. Na milyen az életed utána? Nem tudom, Feri, hogy az, aki egyébként éjszaka 2-kor bejött úgy, hogy a gyerekem ott alszik az ágyban, a feleségem ott alszik mellette, mindketten egyébként kapnak félig egy idegösszeomlást, mert a 4 éves gyerek fölfogja, a felesége többet abban a lakásban nem tud lakni, szorong éjszaka, nyugtatókat szed, mert áttörték az ajtót. Azzal a célral, hogy egyébként 2 maszkos ember letéldeltessen téged a nappalit közepére, és addig verjen, amíg nem mondod meg, hogy hol van a készpénz a lakásban. Nem tudom, hogy utána olyan nagyon-nagyon moralizálná ezen az ember például. És ha mondjuk hogy azt bejött valaki, a lopott mérgezett bort a szomszédodnak adják el, aki ebből az egészből igazából nem tud semmit, vagy erről az egészből nem tud semmit, és ő hal meg. Az már egy más kérdés. Az már egy más kérdés. Én most egyelőre a befőttes üvegnél vagyok, amikor a saját magamat védem. Én nem akarok mást megölni. Nem tudom. Mi bejön egy tolvaj, és azt lelövöd, akkor utána szörnyű életed van? Nem tudom. Hogy lopni jött. Azért jött, hogy tőled igen, lopjon. Meg a gyerekek, meg a feleség. És ott alszik a gyereked, ott alszik a feleséged. Nem akarsz embertölni, te egy jó ember, vagy tisztességes ember, vagy dolgozol, nem ártasz senkinek. De szeretnéd megvédeni azt, ami a tiéd. És te mondjuk őt lelövöd.
valóban nincs engedélyed, valóban megbüntetnek, csak azt kérdezem, hogy morális szempontból egyértelműen elítélhető-e egy ilyen ember? Hogy, ne, hogy sokkal árnyaltabb az ügy, mint amit az ember miért keverte bele, menjen börtönbe megérdemli. De ha ezeken a kérdéseken végigmegyünk, akkor szerintem egyből izgalmasabb a dolog, és azt gondolod, hogy hozzád jönnek be, és te fekszel ott, vagy te ülsz ott. Már nem ilyen egyértelmű, nem? Hát nem. Igen, nézzünk egy-két SMS-t. Az alkotmányban nem szerepel, hogy jogod van lopni, betörni, ölni. Ha valaki hozzám betör, gondolkodás nélkül ölni fogok, mert nem tudom, milyen szándékkal jön be hozzám. Aki lop, betör, vállalja a kockázatot, hogy bármi megtörténhet vele. Vadász vagyok, ha hozzám valaki betörne, szívfájdalom nélkül mellbelőném. Ha úgy érezném, hogy én vagy a családom veszélyben van, és a jog engem védene, nem szívesen tenném, de nem lenne lelkiismeret furdalása, mire Zoli. Ugye, mert pont erre született meg a jogszabály, hogyha te pont ott vagy az eseménynél, tehát betörnek hozzá, és vélemezhetően a te életedre, a családodére törnek, azt tudod védeni. A jog most ezt engedi meg, de itt nem erről van szó, gyerekek. Igen. Tehát, hogy azért ne keverjük össze, ez más, ezt igen. Kitaláltam, hogy ez nem jogos védelem semmiképpen. Puff, a fejedre esik, azt jól ott van. Igen. Miért ér kevesebbet az én életem, biztonságom, mint az engem bármilyen formában támadói? Kérdezi egy hallgató. Tehát sok a morális kérdés tényleg, amit fel lehet tenni. Én megvédtem egy kétgyermekes anyukát a saját lakásában, és én lettem a vádlott. Folyik a perem. Akkor milyen törvények vannak, kérdezi Robi. Balázsnak van igaza, azért dolgozom valaki, hogy más ellopja. Metszeni, kapálni, miért nem ment, kérdezi egy hallgató. Aztán van, aki veletek ért egyet. Szerintem az is elég lett volna, ha csak ráírja a hordokra, hogy fagyálót töltött bele. Nyilván utána nem próbálkozott volna senki, megölni valakit nem megoldás. Írja Gabi, és Jutkának is hasonló a véleménye, hogy csak a hordokra kellett volna felírni, hogy fagyáló van bennem. Ez a kutyásztori megtörtént a környékünkön, az ebb szétszette a palit, aki átmászott a kerítésen. A betörő családja pert nyert, mert nem volt kiírva, hogy a kutya harap. Jézus. Még a rendőrök is tajtékoztak hónapokig, írja Kriszta. Ugye itt jön az a kérdés, amit én kérdezek, hogy én igen, én kiírom, vagy nem írom ki, csak van egy kutyám, aki egyébként éjjel kettőkor valakit szétszed. Mi a fenét keresett a kertemben, és utána engem bíróságra citálnak, és egyébként még lehet, hogy le is ültetnek, mert nem tettem ki egy táblát. Tehát te tényleg a jog jelen pillanatban akár ott tarthat, hogy inkább azt védi, aki betört, mint aki egyébként békésen, ártatlanul aludt a saját lakásában. Az én kutyám megtette a feladatát. Megvédett. Mert erre lett kiképezve. Ja. Nem tettem ki egy táblát. Mit csinált a kertemben éjjel kettőkor az a két ember, akit egyébként a kutya kétszedett? Jöttek epret szedni? Vagy egy levelet hagyni az ajtómon, hogy kedves Balázs, olvastuk a könyvét, kiválónak tartjuk, további sok sikert a munkásságához. Csak nyilván nem. Csak húzni az avart, mert látjuk, hogy már régen volt a kertész, igen. Vagy mi? Igen, kedves Balázs, a Feritől kapott lombszívója már nem működik, engedje meg, hogy Degger egy kis meglepetéssel szolgáljunk, és összeszedjük az avart. Üdvözlettel, nem érted? Nyilván nem. És én járjak évekig bíróságra, mert nem tettem ki egy rohadt táblát. Szóval, hogy ugye? Vagy nem teszel ki egy táblát, hogy vigyázz a kerítés tetején lévő tüskék hegyesek. Mert hogy egyébként ilyet számtalan helyen lehet látni, érted, fölmászik, nem megcsúszik, érted, átszúrja a torkát, belepusztul. És akkor ki kellene tenni egy táblát, hogy figyelj, bocs, de hegyesek, vigyázzatok vele, megszúrjátok magatokat, nem másztatok föl. Igen. Nem tudom, hogyha én nem vagyok anarchista, meg ebben nem hiszek, de mondjuk, ha mindenkinél fegyver lenne, akkor érdekes kutatás lenne tényleg, hogy mennyien törnek be, vagy mennyien nem törnek be. Nem? Amiről beszéltünk, mindenhol tudod, hogy egy rohadt nagy kétcsűvű vár rád, és meg is húzhatják a ravaszt. Nem vagyok benne biztos, hogy nagyon sokan átugrálnának a kerítésen. Hát, más kérdés, hogy ha itt Magyarországon mindenki fegyvert kapna, akkor meg annak más hozadéka lenne nyilván. Tehát, hogy az se egy jó megoldás. Figyelem, figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Babos Timiék hihetetlen nagy sikert hajtottak végre Wimbledonban. Ugye, mert hogy a center pályán játszottak, és... Hát most minden olyan kérdést feltettek neki, amit nem tudtok a teniszről. Van mit. Hát ezért ne csörögjünk rá. Igen. Ne zavarjuk. Gyerekek, ez egy nagyon nagy eredmény. Nyilván a páros tenisz talán egy kicsit kevesebben nézik, vagy kevesebben tudják, hogy ez mekkora dolog. Végül is vereséget szenvedett párosban Wimbledonban, de mégis az történelmi, hát, amit véghez vitt. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy felhívjuk Timit, hogy egy kicsit beszéljünk vele, és hát természetesen, hogy gratuláljunk neki. Itt van velünk Babos Timi, hello! Jó reggel! Sziasztok, jó reggel! Hello! Ciao, jó reggel! Na, hát elsősorban gratulálunk neked. Köszönjük szépen! Vagy hát nektek pontosabban, így van. Ti már itthon vagy, mikint vagytok? Egyik sem, most már Franciaországban vagyok, egy picit próbálom most az egyéni ranglistámat is feltornáztatni egy versenyen, úgyhogy még egy hetet ki kell húznom valahogy.
Mármint úgy érted, hogy külföldön, tehát hogy még nem tudsz, tudsz hazajönni. Uh-huh. Még egy hét versenyzés, aztán utána kapok végre egy kis pihenőt talán. Hát sok pihenő azért nagyon nincsen, nem? Tehát itt nincsenek hosszú leállások. Igen, utoljára a karácsonykor volt két napom, azóta nem igazán volt pihenő, aztán most így Wimbledon környéken szoktunk egy-egy hét szünetet kapni, úgyhogy most én is pár napot majd kapok, aztán mehet tovább a körforgás. Na, hát itt két teniszszaki van egyébként. Figyelj, nekem már megvan az első. Itt akkora teniszszakik vannak, hogy Timi, azt te nem is tudod, hogy mekkora teniszszakik. Timi, az nem zavaró. Gratulálunk. Nem zavaró neked ez, hogy ott a tetérfeleden is rohangál valaki ebben a párosban? Az engem úgy idegesítene. Timi, majd fél a kadás után, bocsánat, már. Nem érted, hát hogy egyébként hozzászokik az ember, hogy ott van az a négyzet, vagy mi az, amiben ti rohangáltok, ott egyedül el, vagy nagyon szépen, és egyszer csak érted, ott áll valaki. Nem szoktál? Igen, néha úgy érzem, hogy a partnerem is csak kergette a labdát, úgyhogy egyébként nem, nagyon-nagyon sokat segít, ha áll ott valaki, úgyhogy én alapból elég izgulós típus vagyok, úgyhogy párosban ezért is szokott jobban menni, mert ott gondolom így leadom a feszültséget a partneremnek. De amúgy szerintem ez így nagyobb buli, hogy együtt játszol valakivel. Ti mióta játszotok együtt? Junior korunkban játszottunk egy ilyen 3 évvel ezelőtt, ott elég sikeresek is voltunk, idén egy versenyen játszottunk együtt, ott döntöztünk, de Grand Slam tornán most először indultunk először együtt. Barha érdekes egyébként, egy laikus szemmel nézve, én többször kiszúrtam már, amikor így nézegettem, meg olvasgattam az újságot, hogy kicsit ilyen adhok jelleggel állnak össze ezek a párosok. Hát azért most valljuk őszintén, hogy most idén játszottatok egyszer együtt, meg annak idén junior korotokban, hát azért azt nem lehet mondani, hogy páros specialista pár lenni. És mégis tök jól ment. Igen. Neki volt egy állandó partnere, a Flávia Penetta idén, ő csak vele játszott együtt. Igazából ő te elintézted az Uányzóban? Megfenyegetted nagyon durva? Nem, igazából így a top 30-as játékosoknak mindenkinek állandó partnere van. Én voltam szerintem az egyetlen, aki minden héten váltogatott. Aztán megláttam a megfelelő alkalmat, hogy valaki már végre dobjon valakit. Úgyhogy ez Krisztinának sikerült, és így megbeszéltük, hogy akkor jó, próbáljuk meg együtt, hiszen juniorban is sikeresek tudtunk már lenni. És milyen volt a center pályán játszani? Ugyanolyan, mint az összes többi nyilván. Nem. Hát salak, nem? Salak, folyamatosan képzem őket teniszben, de még nagyon messze vannak. Jani, már kapizsgálja, de a Feri nagyon egyre messzebb kerül a tenisztől. Meg se hald, amit mond. Nem, most komment, tényleg milyen volt a világot jelentő parkettán? Már egyáltalán bemenni a pályára hatalmas élmény, hiszen a Royal Boxon keresztül lehet ugye csak a centerre belépni. Hát ott végigmenni, tényleg csak a vörös szőnyeg, mindenhol az orchideák, az illat, már az hatalmas élmény, úgyhogy ahogy elkezdtünk sétálni a pályára, hogy szólították a nevünket, nem mondom, hogy kicsit remettem, úgyhogy utána tényleg jól jött az 5 perc beütés a meccs kezdete előtt, mert azért a feszültséget eléggé le kellett vezetni. Egyébként játszottam már center pályán, például US Open-en edzettem, de az mondjuk ugye kétszer akkor az 23 000-es stadion, ez azt hiszem ilyen 12-3 000-es, úgyhogy ez szerintem jobban el van így osztva, úgyhogy itt azért könnyebb volt megszokni a teret. Ja, most tényleg erről beszélgetünk, egy ilyen 10 000-es nézőterű pályáról. Erre vagy ilyen büszke, Bazsi? Komolyan? Én ültem ott egyszer. 10 000 ember ott ül. Hát amikor hallottad a US meg 22-es. Jó, hát csak értem azért. A Maideren többen voltak. Igen. Jó, csak mondom, én tavaly úgy jutottam be Wimbledonba, hogy mit voltam, Timi, a gyúród? Vagy mi? Igen, tavaly a gyúrom voltál, igen. Igen, mi? Tavaly a gyúrod voltam, és úgy sikerült egy badge-el bemennem, igen, és a Paliot kérdezgetett, és ilyen fiatalon, én már gyúró vagyok, meg kihez tartozom, meg hogy beálltam a sor eléje. Östecsi! Timi jött, nyakamba rakott egy ilyen kis badge-et, és azzal bementünk, és kérdezik, hogy én ki? Én? Hát én a gyúró vagyok. És mondták, hogy jó, de nem hasonlít a fénykép ahhoz, aki ott van, mert ugye a fénykép... Mondom, hát, más lett. Magamat is én kezelem, ugye? Figyelj csak, amikor ilyen párost játszik az ember, és mondjuk a párja egy kicsit rosszabbul játszik saját magához képest, mert fáradt, mitén dekoncentrált, akkor ti szoktatok egymással így a végén egy összegzést tenni, és azt mondod, hogy hát figyelj, Krisztikém, életem, ez most nem ment olyan jól. Vagy csak szimplán hátba dobod az ütővel kifelé, mene? Vagy a zuhany alatt nagyon megvered.
Igen, volt a héten, hét során két meccs, amikor Krisztike nem játszott annyira jól. Az első meccsünk ugye rögtön döntőszett 12-10-es volt, szóval ott már majdnem véget is ért a Wimbledonunk, de utána úgy megköszönte meg a család is, hogy hát köszi szépen, hogy átsegítettél minket, szóval hát persze előfordul, hogy nem minden nap, vagy nem megy mindig ugyanúgy a játék, biztos nekem is voltak mély pontok, neki is volt, de összességében szerintem jól kiegészítettük egymást, úgyhogy ezért is voltunk ilyen sikeresek szerintem. És folytatódik? Ez az együttműködés kettőtök közt? Igen, igen, mindenképp a következő versenyünk, az közös versenyünk szerintem az a 4 hét múlva lesz, majd Montrealban, aztán megyünk át Amerikába, hiszen már 5-6 hét múlva már kezdődik is a US Open, úgyhogy majd ott fogunk együtt játszani újra. Az öltöző ilyenkor közös, amikor készültök mondjuk a center pályára a döntőben, ott készülnek ők is mellettetek, tehát együtt öltöztök az ellenféllel? Igen, igen, mondjuk hát itt Wimbledonban akkor az öltöző, mint mondjuk az egész centerpálya, szóval eléggé eloszlunk, pláne így a második héten már senki nincs ott, ilyen 5-6 lány maradt így a szombati napra, úgyhogy kitulajdonítottuk az öltözőt, ilyen is ritkán fordult elő, hogy így láttam egy öltözőt, de egyébként a ellenféllel még viszonylag jó kapcsolatot ápolunk, ami szintén ritka szerintem a női teniszbe, úgyhogy nem volt kézdobálás. Igen, a nők valahogy jobban konkurálnak, a pasik azok jobban kijönnek, nem? Igen, igen, abszolút. Ez olyan tipikus, igen. Igen. Há, biztos irigyek a ruhára, sminkre, érted? Igen, ott nagyon megy. Fontos. Igen. Keményebbre van húrozva az ütője, nézd meg! Igen. Fontos, hogy milyen a ruha, azt mondod? Hát nagyon fontos, hát hogy nézel ki, hát az a legfontosabb a női teniszben. Ezért sok játékos látszik, vagy sok játékos, hogy jobban néz ki, mint ahogy játszik. Tehát csillivili, smink, köröm, haj, úgy lép a pályára tip-top, aztán nem biztos, hogy annyira jól játszik, de ahogy kinéz, az szenzációs. Találkoztál nagyokkal? Tehát a Rafával vagy Rogerrel ott serénykedtek ott az étteremben valahol? Igen, ez is a férfi, tehát ez is hasonlóképp zajlik, hogy a férfiak mindenki tud az étteremben lenni, a nőknél például a Sarapova be nem lépne az étterembe, neki le kell hozni az öltözőbe a kajáját, tehát ő nem szeretne följönni az étterembe. Mire játssza az eszét? Ja. Mi az a most miért? Mit vegyüljön ilyen fédererekkel? Nem? Hát igen. Világos. Igen, Roger ott ült tavaly pont, mikor bementem az étterembe, ott ült és kártyázott a stábjával. Így elsétáltam. Igen. Sőt, idén még gratulált idén, tényleg? Igen, 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 igen. Én ott voltam pont a döntőjét, a box fölötti harmadik sorban néztük, úgyhogy kaptunk jegyet is. Ben voltatok a döntőre? Végig tomboltam, igen, végig tomboltam Rogernek. Én nagyon, a legnagyobb Roger fan vagyok, a Gyokót annyira nem csípem, úgyhogy... Hát pedig jobbán. Abszolút, egyre jobban kedvellek, Timi, egyre jobban kedvellek. Ez ott volt, ez az ötödik szett, ezt nem értem, hogy ez az adogatása ment el, ez meg lehetett volna. Tehát Gyokó, ahogy megrogyott a negyedik szettben, az ennek meg kellett volna lennie. Ez Rogeren ment jó, el. Ne szakmázzatok már, beszélj nem fontos dolgokról, gyere. Városozni Balázsa. Timi, tavaly felajánlott, hogy üssek vele egyet Wimbledonban, csak nem volt nálam fejér. Cucc, és nem mehetsz föl a pályára, nincs nála. Miért nem mehetsz föl a sógrantjába? Mondom, amikor mesztelenül fölmegyek, és valahogy hagyjussak már egy kicsit. Igen. Szóval láttad a döntőt, hú, de irigyellek emiatt. Hát gondolom, persze, majd jövőre kijöhet megint. De mi legyek akkor? Fodrász? Bármi lesz. Ütőhordozó, pedikűröző, bármi. Félre az útból, én vagyok a pedikűrös. Figyelj, jöttem. Igen. Nem mehet így a pályára. Nem engedhetem, hogy így a pályára lépjem. Jó van, és akkor most egy kis Franciaország, aztán pihenő, azt mondod. Igen, még tegnap este részt vettem a Champions Dinner-ön, amire ugye csak a döntősöket hívják meg, az volt a londoni operaházban volt. Ja, az volt, hasonlított. Igen. Gyokor nagyon örült? Gyokor nagyon örült, igen. Elhozta az egész stábját, voltak ott 30-an. Persze, ingyen kaja, vicces. Becker nagyon kokszozott, és egy mesztelen nő testéről lett a susit, mint mindig általában az elmúlt 15 évben. Igen, Beckernek egy az, ahogy az este ment előre, úgy vörösödött a fejed. Figyelj, ő már páholyba is úgy ült, hogy miért nem ad rá valaki egy sapkát, meg én azt hiszem, hogy a rákförös fejjel, hunyorogva, kis pocakjával ott ültögére. Zseniális. És így kiabált le Gyokovicsnak, hogy mit csinálsz? Ja, győztél. És a másik oldalról a Roger is ott volt ezen a vacsorán? Ő nem, a győztesek. Nem jött el. Nem, hát igen, szerintem egy kicsit ki volt készülve. Ki volt, mi? Aha. Igen, szóval mi igen. Volt szegény. Úgyhogy nem tudtam vele táncolni.
A Mirka örült volna neki, ha te ott Rogerrel járja. Az asztalunknál ült a férfi páros győztes, ők is életükben összejátszottak együtt, és fogadtam velük, hogy ha jön Roger, akkor majd én fel kérem táncolni. De hát el se jött. Hát, pedig berakhatod a házi buli zenéjét. Mirka nem biztos, hogy ennyire ült volna. Jó, négy gyereke már az ember, ha nem nyer, akkor nem megy el egy ilyen Wimbledoni vacsorára. Neki ő már volt. Akkor volt első a család, mi? Amikor második vagy. Igen. Kívül gratulálunk neked, ez egy nagyon szép eredmény. Még egyszer. Köszönöm, örülünk, még egyszer. Örülünk neked. Vigyázz magadra, aztán nagy kalappal a jövőben. Köszönöm. Jó? Aztán ha hazamegyek, azért majd egyet játszunk, nem? Jó, hát ha nem félsz kikapni, akkor persze. Jézusom! Jé, ne haragudj rá, nem hát tudja, mit csinál. Majd ilyen reggele van. Igen, többször írtál SMS-t, hogy ősünk, csak sose merek rá válaszolni, mert annyira megalázó lenne, hogy összeszedem magam, és akkor elmegyek. Hát, de Balázs egyébként komolyan csinálja, csak erre készítve, jó? Tehát, hogy igen. Ez jó, az... hát igen, ezt már láttam. És nagyon nevettem. Az még régen volt, azóta nagyon sokat fejlődtem. Azért bátorkodtam utána írni, hogy hát ezek után akkor én is kimerek állni, tudod. Tibi, köszönjük, vigyázz magadra, ciao, köszönjük szépen, babos Tibi, köszönjük szépen, hello, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagy ágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt már a Morning Show. Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.